Hát nem tudom, most is rossz a feltöltés, teljesen. Hát 18-at mutatott, de ugrál folyamatosan. Megint azt csinálja, mint múltkor. Fogalmam sincs, hogy miért. Sziasztok! Hello, hello! Nem, leesik a bitráta. Hello, hello, sziasztok! 45 van, tudom, vagy ti kis türelmet kérek szépen, mert rossz az internetem, srácok, lányok. Hello, hello! Most megnézem, hogy most mi van, de látod, megint pirosodik. Nem jó. Sziasztok! Most zöld, de lefelé ugrál. Igen. Sziasztok! Jelleg megint ugrál a bitráta. Sziasztok! Hello, hello! Hát lehet, hogy még nem tudok streamelni chat, mert Piros folyosan. piros. És nem megy följebb. Mire És megint indítottam? Tam, de ugrál. Sziasztok! Kis türelmet kérek szépen, mert a letöltés, ezt valaki tudja? Nem új még a gép, majd holnap lesz új. A letöltés az jó, az 500 megás, de a 20 feltöltés helyett 2-3. Hogy az mi foghatja le a feltöltést? inkább 25. Nem, 22 szokott lenni. Nem. És most folyamatosan dobál megint. Boldi, nem tudom, hogy több ideig leszek egyelőre, el se tudunk kezdeni streamelni, mert nem jó. Most fölugrik a bitrát a 15 000-re, nem is értem. Utána meg leesik kettőször. Router volt, új router is van, hát eddig nem volt baj, mondjuk nagy szél volt ugye ma. Már újra is indítottuk a Újra motort. indítottuk, nagyon nagy szelek voltak ma, ugye ahhoz is lehet köze. Most nekem tegnap se Nem, volt. Ádék, nem függ össze a kettő, mert tegnap is, meg eddig minden ment teljesen jól. Nekem most tegnap se volt jó egyébként. Ákosnak tegnap se volt jó. Meg az Ádinak se. Lehet a... Most jelenleg jó. Bocsánat, hát ez a technika ördöge, ez állandóan problémás. Pont live-kor. Ja, pont amikor el akarok kezdeni, hát most egy ideje jó. Nézd meg a speed tesztet. Most jó, nem, most látod zöld az OBS-be, Hát most jó, azt látnak a látom. nézők meg minden, most nem is ugrál. Kis türelmet kérek szépen, chat, aztán kezdünk RP-zni, ha jó lesz. De nem, értitek, 500 megás a netünk, a letöltés tökéletes, de a feltöltés az nem. Mondjuk most jó egy ideje. Próbáljuk meg, hogy bekapcsoljuk a gépet. Nem függ össze a kettő, bekapcsolhatod. Lesz speed tesztelem. Jó. Csát, most egy ideje jó. Sziasztok, jó estét mindenkinek. Lehet, hogy az az időjárás amúgy. Most jó, ugye? Csak kicsit csúszunk, bocsánat, csak most teszteljük, jó? Most egy ideje jó, egy pár perce jó. Köszi Santiago, örülök. Lesz majd az Ákosnak, igen. Most jónak tűnik. Köszönöm. Most nem ugrál. Bekapcsoltad? Aha, most kapcsolom. Már bekapcsoltam. Jó. Már most beszélek éppen a netesekkel, így Facebookon, mondták, hogy mit csináljak. Érdekes, ilyen még nem volt. Jó, hát figyeljetek, csak elkezdünk játszani, jó? Aztán majd meglátjuk. Holnap rakjuk bele az új alkatrészeket a gépbe. Lesz új alaplapon, meg ilyenek. Na, fel is húzom a szemüvegemet. Na, chat, kezdünk, jó? Kezdünk. Köszönöm a türelmet. Köszönöm a türelmet. Aztán reméljük, hogy jó lesz minden. Na, persze, ma feladtam a dedikáló kártyát. Úgyhogy holnapra meg kell érkeznie. Na, nem is húzzuk az időt, megyünk fel, mert elkéstünk. Elnézést kívánok. Erről nem tehetek, ti is tudjátok. Bugol a zöld háttér, jó, mindjárt beállítom a száb, vagy a streamer nem készült fe! Hát ki ez a hanyag streamer? Nincs főkészülve. Oké. De megint, most leugrott.
Most megint leugrott. Jaj. Ez nem lesz jó, chat. Elkezdünk játszani, de ha nem lesz jó, akkor most 4000-es bitráta. Hát mindegy, elkezdjük, aztán majd meg nézzük. Most 19,9-es volt a földrajzi. Jó, nekem ugrál még. Amerika? Hát ahogy látjátok, tesztelgetnek. Megnézzük. Köszi, Oreo, az előbb is láttam a donation-t. Köszönöm szépen. Na, szedd le! Na, szemüveges leszel, Domcsó, te állat. Nem látsz? Jaj, várjatok, mert... nem halljátok a zenét. Mert itten át kell raknom nekem. Erre. Most halljátok. Nem hallottátok, igen. Na, szóval, hát a címből is láthatjátok, történt valami. Tisztelet. Jó napot. Hogy van ura? Jól vagyok, köszönöm szépen. A játéknak miért nincs hangja? Ajja, uram. Itt van? Pillanat. Na jó. Majd vagyok a garázsba. Chat, a játéknak nálatok sincs hangja, ugye? Nem halljuk. Lesz videó, Imike. Igen, ne haruljatok, valami van a géppe. Teljesen meggyagyult. Teljesen meggyagyult. Nincs a játéknak hangja. Hát én ezt nem értem amúgy. Pedig itt... Aha! De nem, ez is jó. Ez is arra van állítva, amire kell. Aja, megtalálkozunk. Tessék? Mondom, én elmegyek, majd ha találkozunk, akkor majd beszélünk. Jó, oké, köszönöm. Ciao. Ágotta, köszi. Nyomjunk egy resit. Hát csak egyszerűen tönkre megy valami a gépen, és az egész borul. Igen, megbosszulja a gép, hogy új alkatrészek lesznek benne. Lehet megjobbul, elromlik más. Lehet, hogy meg vagyok átkozva. Na most van, most itt van, ez így jó, rendben van. Csak a játékba is legyen. Köszi, Geri, szép estét. Ja, tényleg te nyerted a tagságot. Most itt van hang, csak az előbb a GTA-ban miért nem volt? A zene címe, leírták az előbb. Valaki leírta. Írja le, de még egyszer legyen szíves. Szedd alá! Szedd alá. Köszi! Black, te állat! A Boldár János! Az óriás donator! Köszi, Edwin! Aranyosok vagytok. Megjött a hangunk, gyerekek. Megszületett a hangunk. Bugol a pólóm? Lecserélem. Chat! Ez nem az én napom, ne haragudjatok, teljesen szétfőtt szó. Összekezdjen! Jó, de hát húgod a zöld háttér! Az a tegnapi, az bűtött. Mi nem a szennyesbe van? Na. Megjöttünk, eszünk, iszunk. Most már talán helyreáll minden, köszönöm szépen. Na. Sziasztok. A zene címét írjátok le, aki tudja. És akkor végre elkezdhetünk játszani. Na, gratulálok Szabolcs a jogsihoz. Sziasztok. Molnár János óriás donétet küldött nekünk. Rendszám, jó. Oké. Marha pörkölt, nincs több piánk. Mindegy, eszünk. Ez kicsoda. Köszi Bálint. Jó napot kívánok. Miért van nekem bemutatkozva ez a csávó? Jó napot kívánok. Itt
fuvart nem kéne adni? Érezném magam, hogy nem adnák valami. Látom, hogy nincsen autója. De van autóm, uram. Van autója? Van, köszönöm szépen, igen. Tényleg? Maga... Mit dolgozik, uram? Hogy ilyen szép mentős autója vagyok. Van? Mentős vagyok. Maga mentős. Hát figyeljen, van autó, éppen most akarom kikérni, de nagyon értékelem. És milyen fajta autó? Ja, megmutatom, jó? Rendben, mutass. Kis cuki. Adna nekem egy fuvart. Nem szállunk be idegenek autójába, azt szoktam mondani. Várjatok, egy kis technikai manőr. Az internet helyreállt. Hú, chat, ez a technika amúgy. American Nefex Go a címe. Jó. Na ezt nézze, ez a járgány, nem a magáé! Na mit szól hozzá? Persze, persze, hát én ilyen vagyonos ember vagyok. Jelleg, és maga mit dolgozik? Én rendőr vagyok, uram. Na, értem. Tiszteletem. Na, most megyek dolgozni, tudja? Jaj, állandóan dolgozok, hogy legyen pénzem. Hát én is már 10 órát dolgoztam, de még a fizetés az nem... Te jó ég, mennyit keres? Hát, úgy egy óra az ilyen 30 ezeret keres. Na, hát mondjuk az nem olyan rossz, uram, Magyarországon. Hát... Cset, hát milyen jó fizetés lenne. Múltkor két óráért kaptam 125 ezeret, szóval. Na hát az jó. És meg abból vette ezt a csotrogányt? Hát... nem csotrogány az, nem csotrogány. Kezdő autónak simán elmegy. Értem, tettem, uram. Tettem bele kis tuningot, meg el is festettem, látja. Hát látom, nagyon vagány. További szép napot, szép napot, köszönöm! Bármi probléma van, én megyek magáért. Jó, rendben, köszönöm, uram, a legjobbakat kívánok. Viszontlátásra. Na chat, megindulunk. Álljunk Szoliba rögtön, vagy várjatok. Várjatok, kiszállok. Hello, még vagy? Hello, igen. Köszi szépen, kirúgnak rá, nem csak sok volt a feszkó, meg tényleg itt vagyok egy ide, persze megérdemelted, de első rendőrségi ember vagyok azóta Örmibe. Hát viselkedjél, Abdul. Ne rugasd ki magad, te állat! Abdult lehet, hogy kirúgják amúgy. Jó, menjünk Szoliba. Szolár, 75 forint per perc. Jó. Hasítsunk. Reméljük lag nem lesz. Lehet, hogy most több... Holnap lesznek az új alkatrészek benne a gépbe, de hazaérek este, úgyhogy szerintem lesz live. Beírja a kocsimmal óvatosan, Dani! Ki volt ez? Ez nem tudom mi volt, de láttátok? Láttátok? Erős kezdés. Ez erős kezdés volt. Ez biztos, hogy szinkron volt. De talpra érkeztünk. Ezt így terveztük. Szerelő? Menjünk-e szerelő? Van szerelő? Van két szerelő. Jó, hasítsunk-e szerelőhöz. Gyorsan útba esik. Mit szinkronizálunk? Tegnap tök jól esettem úgy, hogy 1300-an lájkoltátok a live-ot. Mire visszaértem. Olyan aranyosok vagytok. Na, chat! Közben! Itten beindul a szerver is. Aminek nagyon örülünk. Fejlesztjük a gépet nektek köszönhetően a támogatásokból. Most a számítógépre gyűjtünk, vagy gyűjtöttünk, meg gyűjtünk. Köszönöm András Bláder az 5 subgiftet! Hát köszönöm szépen, András! És akkor új processzort kap a gép, új alaplapot, meg új ramokat, úgyhogy remélhetőleg a lagunk is megszűnik majd. Viktor, Gergely, Gábor, hú, le is füstöltünk. Úgyhogy tényleg köszönöm nektek. Tanácskozás van. Nem az, hogy rosszak a cuccok benne, csak egy kis újítás nem árt szerintem. Leírásban meg tudjátok nézni, most mi van benne. Köszönöm, Bence, máskor nyugodtan.
Mennyi ramot kap? 32 gigát fog kapni, 2x16-ot. De lesz videó róla, jó? Cyberék értenek hozzá. Hát 226 ezer volt, nem, 223 ezer a fejlesztés most. És ez nektek köszönhető, hogy itt vagytok. Bízunk benne, még élvezetesebbek lesznek a streamek. Gyors, megszereljük a gép sárkányt. Verekszik a szerelő? Jó. Jöjjön már szerelő. Mit csinál amúgy? Szerveren? Hát most már 41-en. Emlékeztek, 20 játékossal játszottunk este mindig. Most már 40-50-60-an szoktunk lenni este. Jó napot! Szeretnék szerelni. Rendben. Vagyis szereltetni. Rendben, rendben. A régi dolgokat? Hát lehet, hogy majd a... Hát ha nem tesszük be öcseim gépibe, akkor akkor lehet, hogy majd a támogatók között kisorsoljuk. Illetve tudjátok, ki keresett meg, milyen sponzi lesz, és tőlük is akartam sorsolni cuccokat. Az a pont, és akkor kértem ilyen gamer cuccokat, remélem megadják, és akkor tudjuk kisorsolni nektek. Számlázzuk azok akkor? Igen, 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 mennyibe kerül? 15 ezer forint. Rendben, adom is. Átadom 20-at. Tarzan uram? Igen, igen. Tessék parancsolni. Egy kis borra való, amiért ilyen gyorsan és hatékonyan dolgoznak. Köszönjük a munkájukat. Köszönöm szépen. Már megyek is, mert megyek dolgozni, tudják, a rendőrségen dolgozni kell folyamatosan. Már hát, menjem, menjem. Köszönöm szépen. Szépen. Ketten vannak? Persze, igen, most igen. Jó van. Nyomják, mert itt a városban törik az autókat folyamatosan. Az biztos. Köszönöm, minden jót. Biztos. Így van a tesz, így van. Az lenne a donét hang. Nem ment át. Nem adtam át. Hát várjon már, Tarzan! Hát nem adtam át a pénzt, nem szól! Hát nincs is... Ott lesz forint. Hát szóljon! Hát elhajtok fizetés nélkül! Köszi chat, hogy akartam 8000-be adni 20000-et neki. Hogy jó, hogy szóltok, de gondolkoztam, hogy elmegyek amúgy. De nem csánk, ilyet tele vagyunk pénze. Na. Uram, itt számlázás történik, itt nincsen kávé. Jó, hogy számlázta nekem? És akkor számlát hogy tudom befizetni? Itt a Ferenc héttel tudja befizetni. Két napja van, hogyha nem, akkor levonja a bankkártyáról itt a cég. Két napon belül. Jó! Hát itt mi nem kávézunk, mi csak itt osztogatjuk a csekkeket. Jó, köszönöm, akkor odaadom ennek a borravalót. Rendben, köszönöm. Jó, cset, itt számlázás van, akkor azért. Jó. Köszönöm szépen, akkor így rendben vagyunk. Elnézést kérek, nem tudtam, hogy ilyen a rendszer. Hát ilyen. Csett, köszi, hogy szóltatok. Amúgy ti jobban figyeltek, mint én. Ilyen vagyok, a feleségem néha rám is szól, hogy én nem figyelek sose. Na menjünk dolgozni. Molnár Jánost előléptették, képzeljétek el. Tippeljetek, milyen rangba lett Molnár János. Ugye ez a címe, mert nekem elárult a live előtt amúgy. A kis cuki. Tippeljetek, milyen rangba lett. A nyomozó már volt? Azt hiszem ugyanolyan rangban van, mint Walter főnök úr. De mindjárt megtudjuk. Mindjárt kiderül. Az, hogy a csicskadét. Van ilyen? Ó, de jó.
Mindjárt megtudjuk. Ki fogok akadni. Akkor tényleg, akkor berakhattak engem az ő helyére. Megint csúnyán beszélek, hát olvastam a chatről, idéztem. Idézni se lehet. Menjél már! Ja, meg ott kell lerakni az autót tényleg. Nem a kapitányság előtt. De beparkolunk. Há, igen! Igen, Gábor, igen, igen, igen. Majd megmagyarázom, biztos. Köszi, Levi. Na, nem azt akartam. Oké. Okay. Ja, tegnap kaptunk előléptetést, megint akarok, igen. Igen, igen. Azt nem tudom, hogy a fizetésem mennyire emelkedett. Eddig 60 ezer volt ugye óránként, most nem tudom, hogy mennyi a fizetésünk tegnap óta. De tegnap csak másfél órát voltunk Szaliba. Jól le is barnultunk. 65? Johnny. 63500. Én törzsőrmester vagyok. Kíváncsi leszek, mi lesz ma. Csai Asus. Tisztelet, Mihály. Szia, Marcel, te mit csináltok? Visszem az Ambrust. Hova? Kukába? Járőrözni. Ja, jó, járőrözés. Tiszteletem, főnök úr! Hogy tetszik lenni? Jól vagyok, amikor önt látom mindig! Igen? Hát pedig sokan nincsenek így a belső gyalosztályvezetőjével. Hát, nem értékelik, tudja uram. Azt szeretném megkérdezni, hogy tegnap azt nem mondta, hogy mennyi a fizetésem törzsőrmesterként, hogy mire lehet számítani. Egy fél pillanat is van. Jó, köszönöm. Őrnagy lett. Ihály. Hol nárjánunk? Törzsőrmesterként 63500 forintos jó az óravére. Nagyon jó, nagyon nem jó. Nem nagy emelkedés, de hát a sok kicsi sokra. Értékelem uram, értékelem. Köszönöm szépen. Így van. Köszi Bálint. Molnár János. Mihály. Jól vagyok, köszönöm szépen. Jöttem egy kicsit dolgozni, pénzt keresni. Na, ezt örömmel hallom. Ezt örömmel hallom. Remélem ilyen kiemelkedő teljesítménnyel, ahogy szokta. Így van, uram. Így van. Tegnap olyan durva dolgot csináltam, hogy rögtön századossá léptethetnének elő amúgy. Mit csinált? Majd a felvételt át fogom önnek adni. Rengeteg bizonyítékot gyűjtöttem bűnbandákról. Na, sőt, még egy fegyverkereskedő telefonszáma is megvan. No. Akkor bizton állíthatom, hogy akkor ott a helye a nyomozati alosztályban. Köszönöm szépen. Ezt mondta a Lina kisasszony, hogy majd átadjuk önnek ezeket az infókat. Majd akkor a felvételt továbbítom, illetve a telefonszámot adja meg a fegyverkereskedőnek? Rá, és szerintem akkor Mihály, amikor továbbítja a felvételt. Jó, támba. Jó. Rendben. Akkor felveszem a szolgáltat, és akkor várom a parancsot. Rendben. Walter ura, úgymond az irányító. Ő mondja meg, hogy most mi lesz, mert hogyan lesz, mert az egységeket kiküldt a járőrbe. Illetve nézze csak Mihály, van egy plusz csillag itt még a vállamon. Mi? Hát ne idegesítsem! Ez hogy? Ez igazából nem plusz csillag, ez... hanem új sávon egy új csillag. Igen. De, és akkor ez mit jelent? Molnár János, százados. Őrnagy. Az, hogy őrnagy. Ásztá! Szóval százados után őrnagy jön. Így van. Hát meg a vezérőrnek. Assza! Hát megérdemli. Megérdemli, őrnagy úr. Maximálisan megérdemli. Szeretném akkor előterjeszteni magamat századossá. Persze. Én meg szeretném a Pintén Sándort nyugdíjba küldeni, meg vezérezőre szeretnék lenni. Ja, ez nem így működik. Mert addig nem tudok vezérezredes lenni, ameddig nem megyünk nyugdíjba. Tényleg. Jó, akkor kénytelen vagyok majd a ranglétrát megmászni. Hát sajnos ez egy ilyen bicikli, de hát ezt tekerni kell, Mihály. Persze, így persze, uram. Illetve mondta, hogy majd mindjárt beöltözik és szeretné kérni a parancsot akkor öntől. Így van. Már veszem is fel a szolgálatot.
Dolgozni jöttem, nem bulizni. Oh. Vagy inni jöttem, nem bulizni, úgy van? Illetve mondtam neki, hogy olyan infókat adott át, ami miatt van egy helye a nyomozati alosztályban. Fú, de jó. Igen, be is fogom írni. Cső. A nyomozati osztályba, hogy ő már akar végmegyek. Mindjárt megnézem. És az úta lett túlmotoros? Igen. 19-10, köszi! Szeretem, ha kerekítünk. Ja, de 19-10 van, jó van. Póló. Rádiónk megvan szerintetek? Golyóálló mellény. Oké, ezt is leveszem. Jó. Fegyver, kivétel. Heavy pisztoly, fegyver vásárlás. Oké. 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 Kell nekünk? Jó, heavy pisztoly. Gumiból csokkoló lámpa. Gizikétől veszünk kaját, piát. Rádió. Jó. Autók törlésre kerülnek. De jó, eltűnik az autóm. Szóval keresem? Leugrott a bitráta is közbe chat. Engem keresett, Vita? Mondom, Marcel. Marcel? Megjött a járőrtársam, erre van. Bejöttem a kocsimba, hogy ne vigyék el az UFO-k. Tiszteltem, Timár Mihály szolgálatba lépett. Erőt, egészséget. Nem akarom most kéne egy aktív és tovaros járőrtárs, aki ki tud mellettem állni, illetve a nyomozati osza is sokat jelent, de nekem, ha sikerülne. Szeretném egy szerült epizódot. Ambrusnak segítsünk? Ambrus Abdullak? Húcsat a netem. Netem, mert baj van. De ezt látjátok, nem? Vagy nem szakadt meg a kapcsolat? De az OBS az ugrál. Lag van chat, nem jó netem valamiért. Miszem el. Nem jó chat, nem jó, ma megint nem jó. Hangolósra vettük, bitrátnára gyűjtünk. Aj, de az előbb jó volt, most megint nem jó. Mester 11 visszatér az őrsre. Csak azt nem tudok mit csinálni jelenleg. Megír rossz a net, mint az előbb. Hát egy 20 percig volt jó. Magától zárja az ajtókat. Már volt router újraindítás. Lovas 3, elkezdte a járőrt. Nyugtáztam, köszönöm. Mihály. Jó napot, pillanat. Óha. Csőbe akkor a topzódás van itt. Endi szívem megőd, nagy úr. Tudom, hogy laggol chat, várom, hogy megoldódjon, de sajnos nem úgy tűnik. Nincsen, az F5 se segít. Igen, mert inni valóban nincs is benn. Teljesen piros. Egy fél pillanat is hozunk nekivalót. Egyet elfogadok, igen. Teljesen piros az OBS-be. Nem, addig nem tudok elkezdeni játszani. De értitek, a játék jó, a feltöltés nem jó. Internet van, feltöltés nem jó. Mobilnetről meg végképp nem tudok streamelni. Na már itt vagyok. Csuklom. Volt router csere, tegnap is jó volt, meg ideig jó volt.
Meg az előbb is működött. Valami bezavar. Nagy szelek vannak mostanában, lehet, hogy bezavar. És hát én látom, hogy mikor jó, mert az OBS mutatja a jelet. Felugrik 13.000 a bitráta, leugrik 1200-ra. Jaj, de mérges vagyok ilyenkor. Mester 11 folytatja erre szolgálat. De a játék meg megy, értitek? A feltöltés nem jó. Majd az 2-es visszatért kapitányság. Nem, nem jó chat, leesik, leesik folyamatosan. Mester 7 szolgálat jelentkezik. Teljesen meg van zavarodva. 20.000-es bitrát, tehát 7500 van beállítva. Hogy ugorhat fel ennyire? Várjon, jöjjön vissza, kocs... Most olyan bitrátánk van, hogy el se hiszem. Na most beállt 7600-ra. Meglátjuk. Meglátjuk, csat. Meglátjuk. Valami, igen, de ő valami ki gáz van. Valami igen. Gáz van. Most beállt, chat. Most beállt. Jelvényt föltesszük. Chat, ne aruljatok. Szép napot. Szép napot, hölgyem! Maga az új kadét! Igen, igen. Uram, esetleg önnek van már járőrtársa, vagy még nincs? Most jelenleg nincs, asszonyom. Menjünk együtt járőrözni? Mihály úr. Igen, Károly? Erőt egészséget. Most kaptam az információt Andytől, mi kette leszünk összeosztva. Ó, akkor járőrbe. Hölgyem, ne haragudjon. Semmi probléma. Majd legközelebb akkor. Na, akkor járőrbe. Mehetünk, Károly. Igen. Van kocsia? Igen, kint. Azt mondom, rádiózzon akkor, hogy nincs járőrtársa, lehet, hogy befér hozzánk. Mondom egy pillanat. Most jó, most működik, csak megint csak bármikor leesett. Ne haragudjatok, csak egyszerűen engem jobban bosszant, mint titeket. Van innivalótok, Karcsi? Várjunk egy kicsit, most hozzák Walterék. Ja, jó, jó, rendben van. Mi lesz a mai feladat, azt mondták már? Nem, most jelenleg csak járőrözni kell kimenni. Járőrözni, jó. Gondolom lesz megint bankrablás, mindig van. Mostanában elszabadult itt a dolog. A bűnözés. Hölgyem, hogy hívják? Ja, ezt akartam kérdezni, engem Tímár Mihálynak hívnak. Nagy Kiara vagyok. Akkor rádiózok egyet, hogy csatlakozhatok-e magukhoz. 73. Fogadj el a barát kérelmemet, hölgyem. Internetre gyűjtünk. Köszönöm én is egyet. Barát kérelmemet fogadja el, hölgyem. Nem. Jön Ádám is. Géppel nincs baj, Troxon, ettel szokott lenni. Na, megyünk járőrözni akkor. Aztán Molnár János századost előléptették, hogyha valaki lemaradt volna róla. Elfogadtam. Erőt egészséget. Rendben. Szia, Ádám. Erőt egészséget. Hát ha hozzák a piát, akkor gyors betárazunk és akkor mehetünk. Most van tegel a valami. Erőt egészséget, holló Mihály. Erőt egészséget. Kérek engedélyt, hogy csatlakozzak magukhoz. Mármint hozzánk? Vagy ugye? Megy. Ja, hogy már ma mennek. Hát, rendben, köszönöm, de visszatörőgél. Igazából mi az, hogy bossz van Mihály? Én most csak bejöttem szétnézni, hogy mi van. Megvárjuk a piát. Én? Nem, Mihály. A ja, másik, Mihály. Igen? Kivel vagy most kint? Ki az vagy beosztva? Most Antoine, csak elnéztek ezért a használt autó. Ja. De nem sokkal több. Fizetésről nem beszélünk, tudod. Szóval igen. Jelvényem fönn van. Hát akkor megvárjuk a piát, aztán kezdődhet a járőrszolgálat.
Nagyon jó. Nagyon jó. Abdul, csoda, hogy nem rúgták ki. Hallottatok róla? Nem. Nem. Ki akarták rúgni? Hogy? Hát, tegnap volt ez a lefülelős balhé. Aztán ő meg közben vigyázni kéne rám, az közben előléptetésekről beszél a főnöknek a kocsiba. Hát ez dilós. Hát ilyenkor feladatra kell koncentrálni. Rossz is a net, rossz is lett a net. Niki, te intézted? Ugrál nagyon a netem chat. Szerintem az időjárás miatt. Antenna, mi van? Mondom, elment használt autókereskedésbe. Hát ott tegnap én is voltam, de ott még nincs semmi. Árulnak már ott autókat? Mit tudjam én? Jó, jönne már nekem egy. Hát jó, a fizunk, nem? Nem vesz egyet? Hát ja, csak... Nem, csak nem akarok valamit újat venni, mert itt én mondjuk... Veszek egyet használtan olcsóbban, az még talán nézé, tuning is van benne. Aha, ja, az mondjuk igaz. Eladom a Polskidot. Neked. Mennyi? 75 ezer. Végül is. Ez nem sok. Nincs benne, de az enyém volt. Hát még 190 centivel szerintem épp, hogy betonom magamat véselni abba az ébe. Igen, épp, hogy beférsz. Szélességben lehet kicsit nagy, hogy... Mit mondták hát, erről? Kiosztja be a járőrt? Szolgáltat? Ő nekem Andy mondta, hogy mi ketten menjünk. Ja jó, ki vagyok borúva, hogy a százados őrnagy lett amúgy. Hát hihetetlen. Jó, hát az... hagyjuk. Hihetetlen. Egyik napról a másikra. A Molnár János őrnagy az egy érdekes figura, mondjuk úgy. Hát ja, érdekes. Ha mondjuk figyelj, én is itt vagyok, hogy hát azt lesz, hogy neked törzsőrmester. Na, hát azért mert jól csináld a dolgodat, látod? Itt bemegyek, fizomat kikérem. Ezt ez a mi áll, még maradja egy kicsit, és ez a leülök. És akkor mondja, hogy látja bennem a potenciált. Hát, hoppá, hoppá. Jó van, jó van. Mondták volna, ki van rúgva. Ki van rúgva. De hogy lesz a barátom, chat, hát a feleségem kinyír. Nem, hiába egy játék chat, nem csinálunk ilyet, jó? Mi látta magát is előléptették Mihály. Persze, persze. Gondolom Abdult ez zavarja. Gondolom. Hoppá. Ez elszublimált. Hoppá, hoppá, hoppá. Na jó van, szerintem akkor maguk ketten kezdjék meg a járőrszolgálatot. Megint leesett a bitrát. Amíg az itt várjuk. Ja, fiát rád, jó. Nem szóltam elnézést. Én nem tudok streamelni. Fú, de feldegesít. Van piátok, amit tudtok adni nekem, hogy igyak egy kicsit? Persze. Fú, így nem tudok játszani. Most néztem, hogy még a népszámlálás, elég szép számmal vagyunk ma is. Ja, azt néztem én is, hogy eléggé durva. Nem tudom, meg kell nézettem megint a netet. Ez nagyon nem jó. Én is tudok. De nem, nálam az OBS-ben mutatja, nézzétek most a játékba is, teljesen gatya nekem mindenem. Néha jó néha. Gratulálok törzsőrmesterhez. Micsoda? Gratulálok előléptetéshez. Köszönöm szépen, hát figyelj, amúgy a fizetés nem sokkal növekedett, csak 3500 forinttal. Igen. Azt hittem legalább egy ilyen 20-es csapantat bukrik. Á, dehogy is. Figyelj, neked most 60 ezer, nem? Nekem 60. Mi? 60 vagy 60? Én 60. 60. 60, persze, de én kapok 63500-at. Akkor jobban érzéleted. Hello, Gusztár, tiszteletem! Akkor még bajosabb. Erőtek is. Nem baj, kiütlek. Nem baj, kiütlek. Mi újság? Tátra a szememet? Hol? És veled? Minden rendben, köszönöm szépen. Jöttem dolgozni. Nagyon jó. Majd Walterék úgyis jönnek vissza, mennek el látványi. Igen. Aztán majd szerintem úgy lesz gondolva a járőr. Viszont én már felveszem akkor. Jó, jó, nem tudom, hogy ki fogja beosztani, de majd mondják. Micsoda? Mert leadra szólít.
Persze, hány óra van? 30, nem? Akkor viszont én is látom, menjek el a mentősökhez. Okés. Csett, tényleg nagyon bosszant, hogy rossz az internet, nem arra tudom, amit lehet nem látszik, de nagyon bosszant. További jó szolgálatot. Jó példés, tántóan ez hosszú szolgálat volt. Kovács Ádám szintén lengyel szolgálat, azt a jó szolgálatot mindenkinek. Várjuk a járőrtársunkat. Eladó kacsatól, na, pont nem látjátok tőlem, eladó kacsatól. Az a szóval, Batyi Géza. Kipihentem magát a mai napra? Kipihentem, igen, sziasztok! Készen állok a feladatra, tiszteltem, hölgyem. Megjött a pia? Készen. Megjött a pia? Jó, megjött minden pakolja. Ez az! Kaja pia last minute a Tunézia. Hú, de jó. Easy. Gyere, Gizi, megpakolunk. Beteszem neki. Mi? Gyere, Gizi, pucsics. Ki mondta? Ja, mi? Jézusom. Mercedes a kapitányság mellett. Na, veszünk ki. Mihály, egy pillanatra megpakoljunk be minden cuccot. Jaj, ma venném ki, bocsánat. Várjon, tudok önnek adni, hogyha... Mi, mennyi kell? 5 pepper, meg 5 hamburger kell. Köszönöm. Jelzom, Mihály, mert Andy odaadja. De mi? Ez a legjobb szolgáltató, akinek a feltöltése ilyen jó, Csett. Ha már beteszi, meg de... odaadja, akkor már... Andy, most be tudod, most nem hogy hova akarsz ilyen betenni, és mit? Betettem, betettem Mihálynak. Köszönöm szépen! Ajjaj! Azt éreztem! Ajjaj! Pedig én csak reménykedtem, hogy Gusztáv százados? A Gusztáv százados lett! Itt mint van egy tipikus film, az űrgolyhó, aki megkérdezik itt. Hány balfasz van az űrhajómban? Jelen uram! Jelen a Gusztáv százados lett! Ki arra? Megoldott a tank probléma, minden jó? De azok miért adták le a szolgálatot? Azok valamiben sántigálnak. Sántigálnak. Barátkozunk. Aha. Ádám, kiadhatod magának egy tervet. Berögzünk, Mihály. Tessék? Hát én a legnagyobb tisztelettel járok be dolgozni a munkahelyemre, és várom az utasokat. Pihenhetek? Köszönöm. Köszönöm. Ugye nem akarjátok egymást püfölni? Nem, viszont most vendünk nem kell. Aj, a vitrát, a fú, de földeges. Fú, nagyon gyancsik nem vagy nekem. Azt nem tudom, ha visszanézitek, akkor nem lesz lag, ugye? Vissza tudjátok nézni. Nyomjam le így is? Lenyomom én így is, Chat. Vissza tudjátok majd nézni. Kuszti, végre tudsz csajozni. Mert a játék jó? A feltöltés nem jó. Igen, uram? Mondtam magának pacalt meg kocsonyát. Pacalt meg kocsonyát! Azt nagyon szeretem! Még viccelődünk, majd... viccelődünk. Munka végén odaadom. Jó, jó, köszönöm. Marcelnek elég volt. Mi? Majd Marcel elég. Oh. Kapni fog a Mihály tőlem pacalt meg kocsonyát. Köszönöm szépen. Mindjárt pillanat. Duszi nem volt százados, szerintem se. Húztam. Szerintem se. Emlékszem, hogy akartam meg ott eljózni. Igen, Ádám? Keresnek. Ki keres? Nem tudom, hogy szét akarja húzni a lyukadat, hogy mit mondott. Hát, oké. Gusti. Mihály, marad. Ügy, rendben, marad. Rendben. Gusti, rendben. Vagy. Ki az a csávó? És mit akar tőlem? Ezek már nem most nem tudom, mi most sima munkás, vagy tűzoltó. Hát de miért akarra széthúzni a seggemet? Lehet van gumibotja neki is. Tényleg. Magazad is elő. Mihály Antal merre van? Mihály Antal? Vagy Antal Mihály? A pömpi az, szerintetek? Van-e Mihályunk egyáltalán? Csak Holló Mihály és Timár Mihály. Így van. Hát akkor nem vettük föl, jól van. Majd a vagy a karcsi, vagy a pömpi. Biztos, hogy ez a két elvetemült állat lehet. Drága kis hollóm. Ezért van, igen? Annak nincs valami jó étele. Gyere csak. Vagy házi fosztja. Ambrus. Igen. A somból indulok ki. Hát nem is tudom, mit adjak önnek. Mondjuk gombapörköltet megmérgezve. És mire várunk? Dolgozzunk hogy? Már. Néha jó, néha nem, Chat, mindjárt lenyomom, és akkor rögtön visszanézhetővé teszem, és akkor vissza tudjátok nézni, jó? Mert
szerintem akkor nem, ha visszanézitek, akkor nem szabadna lagnak lenni, nem? Például is itt vagyok. Nem tudom, valamiben sántikálnak. Nem, meg az Andy beszél a... Marcival. Érdekes, érdekes. Minket kihagynak ezekből a beszélgetésekből. Én most amúgy hogy erre kíváncsi lettem, egyre jobban, hogy mi lesz a második órám. Milyen lesz? Mit kell csinálni? Beszélünk. Hát de nem csak úgy szól, nem csak úgy össze áll meg veleked, miért rakottam úgy, hogy most... A kevelek megkereszem Marcit, azt mondta, hogy nem nincs több jelentkező. Nem szervezett körülmények között gondolom, kesztyűs lesz. Csak elvileg mi kettem. Hát akkor felvesznek minket, azt ennyi. Majd nem remélhetőleg. Ez mi az Isten? A... mi... letartóztatás! Hoppa. Kimehetünk, uram? Nyugodtan, várjanak egy kicsit. Mennék dolgozni. Tisztán kell romkodni, meg a Mihály lyukát szét akarják húzni. Milyen Mihály lyukát? Enyémet, tisztelettel. Nekem, holló Mihály. Ja, holló Mihály? Nem csináltam semmit, azt mondtam. Dehogy nem létezik semmilyen másik Mihály. Kocka tér fele, kocka park fele, igazoltatunk kockás ügyeseket. Nem létezik ilyen úr az állományban. Szürke Mercedes-szel. Múltkor pedig létezett, amikor csak most de éve, hogy ezt nem mondtam. Nagy kómában voltam. Igen, úr, hol itt volt? Akkor tényleg Mihály volt, nem mondom. Jó, de most azonnal hordják el magukat innen. Jelentem itt a Röster 11-es, felmegy a keletre fűnözni egy... Nem hallották? Mester 10 megindul segíteni. Elfordult és sem ment fel a keletre. Hordják el magukat. Ez a pömpi volt, ja, meg valami haverja. Istenem. Itt vagyok. Annyinél vagyunk. Azt mondja, menjünk járőrözni, vagy most mi lesz? Mindjárt. Holló, jössz velünk? Megyek. Jó, gyertek. Menjünk, csatlakozunk a üldözésbe. Jó, rendben. Na, akkor menjünk is üldözni. Gyertek erre. Mindjárt megkérdezzük. Kihozom ide a kocsit, várjatok meg. Rendben. Tudom, hogy ott az autóma kell. Csak nekem szedakodik amúgy mostanság a vád? Nem, nekem is néha. Akkor mit tudom most így a... semmi vagy mit. Mi történt, Mihály? Semmi. Ez a két félnótás valamit itt idét. Mihály, Károly, hogy földnek volt a két ellenit allan? Igen, uram. Igen. Jó, akkor induljanak járőrözni, mert jól hallottam, a rádióforgalmazás üldözés is van folyamatban. Így van, így van. Jó, hát a főnök azt mondjuk várjuk. Na most ez mi? Normális járőrautót. De én most a Mihályjal meg a Hollóval elmentem. Mert csatlakozunk az üldözésre. A két Mihályjal? Igen. Jó. Gyűjtöm a Mihályokat. Már mehetünk is. Jó, csak nem látok semmit. Nyisd ki a szemed, Misi! Hát jó van, jó mondani. Az üldözés merre van? Merre van az üldözés? Jelentem elvesztettem a vizuális kontaktot. Mivel itt vagyunk. Látom. Most a jó végre. Mester 11 elindul szerelőtelepre szerelés szempontjából. Kit üldöztek? Aztán. Nézzük meg, mit tud az német csottogány. Ali, sziasztok! Szép estét mindenkinek! Köszönöm, hogy itt vagytok. Az Endvégben beszél a Végmarcival, várd meg ezt. Azt mondjam, az Abdul akkor ki lesz rúgva, vagy nem? Hát könnyemen múlik. Ha rajtam múlna, akkor már régen tudod volna. Ja, értem. Főnök azt mondja, hogy kíváncsi leszek. Nevezessek én? Nem kell, már látok meg minden. A bencs! Tudja Mihály hátul, én nem akarok még meghalni. Ja, hogy nem a hölgy vezet, hanem a Misi. Igen. Misi, te normális vagy, majdnem meghaltunk. Mi? Hát életesen vezetek. Mi? Hát nem látsz szembe forgalomban, mi? Most is a szembe sávba állsz. Hát ez egy dolog, de nem jön nekünk semmi. Na, szóval, járőrözünk itt egy kicsit. Holló vezet, de azt hittem a hölgy vezet. Tofi sofőr vagyok.
Nem kell izélni, pánikolni. Jó, az előbb asszatot nem látsz! De most várjál! Látok. Át akartad tőlem menni a kormány, mert féltél? Mi már? Azt mondom csak... Igen? Nem, eszelágában sem volt ilyenre gondolni. Igen, figyelek! Meg akartam előzni azt a problémát, ami tegnap történt, tudja? Én mit történt? És mi történt tegnap? Tegnap egy óriási balesetünk volt az autópályán. Igen, mert szembe sávba elém hajtott egy kis polszki. Igen, figyelek. De azt mondjam, elkerülhetett volna, ha nem megyünk 230 ezerrel. 3-10-zel hajtottam, és hogyha nem hajt be a szembe sávba, akkor nem lett volna probléma. Ez igaz, ez igaz. Nem lemegyünk. Te ezért a házak között járőrözzük? Persze, nézzünk környékeket. Jó, vigyázz a nyuszira. 610 like van, köszönöm. Megint megyek az irodába majd. Igen, ez a nyomozói verda, nekünk is ilyen lesz majd, hogyha nyomozó. Ja nem, ez nem a nyomozói verda. Ja nem, jó van akkor. Vagy de? Ilyenünk lesz, Mihály, nem? Az eleje ki van öntve betonnal. No panic, rendben? Akkor nincs a szerelő, de kőműves ismerőse van. Nem, nem vágom. Ó, ha tudna, hogy milyen embereket ismerek. Kicsi. Azt mondom, ez a nyomozói autó? Ilyen lesz nekem is? Miért ön akar lenni a nyomozói alosztály vezetője? Hát amúgy egy kicsit meglepődtem és kicsit meg vagyok sértődve, hogy a százados... Így nem is mondták, hogy ő elő lesz léptetve, vagy ezt ilyenkor velünk nem osszák meg? Hát, nem szoktuk úgy, megosztani. Ott volt a Nemzeti Banktabla, de... Most Mihály, maga is elő lett léptetve. Igen, igen, Misi, págom, persze, nem ezzel van a probléma, csak azt hittem, hogy tájékoztattak mindenkit, amikor valaki elő lesz léptetve. Hát, csak gondolom, ez én meglepett, és nem tudom. Most... Nem szoktuk a félállományt erről riadóztatni. Jó, 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 ha valaki kiérdemli, akkor kiérdemli. Ha akar csinálni egy bulit a lagunába, akkor nagyon szívesen elmegyünk, de amúgy mi nem szervezünk erre. És akkor a százados helyére ilyenkor be lehet kerülni? Még hát egyszer? Már igazából bekerültek, nem? Kicsoda lett az új százados? Gusztáv úr lett, azt hiszem. Micsoda? Igen. Az durva. Ennyire hajtod angokra, Mihály? Nem, csak a fizetésre. Ja, mindent. Szeretem a pénzt. Hát én meg az akciókat, meg a pénzt. Nagyon jó, nagyon jó. Meg a rangokat. Hát úgymond az egyenruha szakma az. De Misi, te most milyen rangban vagy? Te is törzsörmester vagy? Törzsörmester, ja, így van. Aha. Csert, akad, nem tudok mit csinálni. Engem nagyon bosszant. Ugrál nagyon a bitráta. Vagy nekem megy minden, egyszerűen a feltöltés. Kiderül, hogy itt a témáról törtető. Igen. Az igen, szóféle. Mindig hatalmas vágyom van itt motorral leugratni a fenébe. Aztán sose jön össze. Győzzel elmeskedik a józanész. És a terepjárót azt hogy lehet kiérdemelni, hölgyem? Az alap, nem? Lehet igényelni a terepjárót. Lehet igényelni? Igen, Waltertól. Nagyon jó, mert ugye a hegyen való üldözés miatt kérdezem. Mert én amikor letettem az ördmester vizsgát, én egyből kértem a Audit, meg mellé a izét. A... mi ez már? Na jó, akkor ezt majd igényelni fogom. Na csak lehet igényelni a terepjárót Walterre, igényeljük akkor, nem? Hát érdemes is, mert... mondom, tehát hogy ezeknek az a trükkjük ugye, hogy mindig fölhajtnak hegyre kb. Hát persze, főleg majd mondjuk minden. Három darab terepjáró volt, hát mi meg kijöttünk kettővel, azt ennyi volt. Jó van, de az elkaptunk belőlük a rendőrt. Álljál félre, állj félre, kérlek. Egyet kaptunk el múltkor a hét bűnözőből. Walter, a Twitteren szereztem egy telefonszámot, az úr fegyvert akar vásárolni. Megbeszéltek vele egy találkozót? Csak én nem hallom, Walter? Nem beszél. Nem beszél, nem látszott. Oké. Okay. Figyelj, az, hogy fegyvert akarnak venni, az a baj, hogy semmi bizonyító erejűt nem tudunk ilyen esetben. Oké.
Hát igen, tehát ez a szóbeli bizonyíték, ez olyan, mint a vélemény. Mindenkinek van, de senkit sem érdekel. Húzzuk már fel a szakált. Idénk intézzék a helyzetet, csinálják. Hát a szakál itt van a városban. Na jó. Ugye ő a... Ki tudnak tenni itt a boltnál? Hol? Itt lent? Tessék? Igen, igen, igen. Hú, basszus. Lova. Értem, jön Walter, ne aggódjatok. De hagyjunk itt? Igen, igen, majd a kapitányságon beleádiózok és találkozom. Nem? De most mi mit csináljunk? Hát járőrözzetek. Jó. A Mihály duó. Jó, ez lesz a Mihály duó. Bizony, erősítsétek egymást. Én bízok bennetek, srácok. Rendben, nyomjuk, hölgyem. Az a nyilván. Árkád 651-es becsatlakozik az üldözésbe. Semmi, kicsit bogad az üldözés van. Hoppa. Kiteszem a kor. Jól, menjetek csak. Csak ügyesen, fiúk. Köszönjük, minden jót. Aha, ott. Mihály duó. Látja elé a többi ember. Látom, látom, csak nem tudom bemérni, hogy merre fele mennek. Valamerre erre fele. Jó, jó, jó. Próbálom jelölni. Vadász 2-es csatlakozik az üldözésbe egy fekete BMW-vel. Ja, Luna beállt. Tanulizik maga sodát. Mit csinál? Figyelj, úgy néz ki, felénk jön. Igen? Igen, a szembe megyünk a kollégákkal, nehogy ütközés igen, legyen, vigyázz. Szerintem kiment a pályára, mindjárt nézem. BMW egy ja. Peugeot újra, az az idióta, aki autistának adja elő magát. Hát. Három felszólítás meg volt. Szólj, ha látod a kollégákat. Jobbra, 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 jobbra. Oda az 2-es besatlakozik. 651-es szintén. Itt vagyunk a sor végén. Töltön egy előzegyet. Láttam előzünk, már GPS-en, ugye? Itt van, nővere, kérek engedélyt. Engedélyt nem adom meg, túl veszélyes a városban, és a sebesség is nagyon nagy végig. Itt van, nővere. Ó, basszal. Rossz irányba jöttünk, rossz irányba jöttünk. Nem, mi nem ahol van megkentő testőjön, nem hozzám, nem. Hozzám, nem. Lefordulok balra. Várunk, Balázs. Már teljesen más irányba van, jelöltem. Igen, igen. Meg. Jaj, basszal! Ja, jó vagyok, menjenek! Ha, menjenek, menjenek! A francos sem belőle. Ne itt a vezetést. Ó, bakker, Misi! A kanyar után nem tudjuk, hova tűnt. Ez így elveszhetetlen cset, nem? Nagyon bosszal. Ha pillanatva hátnéztem, majd autó. Biztos, hogy fel fog tűnni, egy szürke Peugeot keresünk, egy fekete bűrű férfi vezeti. Ne haragudjatok, most sajnos nem tudok most mit csinálni. Kapitán. Vagy lelövöm a streamet, vagy végig szenvedjük így. Ez kész volt az üldözés vezetés. Vagy ne az üldözés tegnap. Köszi Kovács Zoltán a tagságot! Megvan úgy Mihály, mert nagyon elcsönös. Meg vagyok, csak hát nagyon rosszul vagyok az ütközéstől. Árpád 651 lovas egyes kiszáll egy pillanatra, hát, el kicsit kell utatom, beütöttem a térdemet. Mutko is lehorzsoltam, és mindig ugyanott horzsolódik le. Katona dolog. Sajnos ez a szakmával jár. Hát ez azzal, igen. Kiveszem a jelölést. Jó. Kutyuli 2.0, Slava Taxi. Szerintem. És mit gondol, mi mondtál valamit a Molnár Jánosról, hogy furcsa ember, vagy mit mondtál? Hagyjuk inkább. Megvan magam véleménye igazából ennyi, de mindenkiről megvan az állományba. Aha, aha. És kivel vagy a legjobb, vagy ki volt eddig a járőrtársad?
Hát eddig. Ugye ezért Varga János. Meg ez Antoine. Aha. Kolompát. Aha. Mert neked? Hát nekem eddig volt egy nagyon jó barátom a Karcsika, csak azt lesittelték, mert rosszba sántik át. Hát most jelenleg nincs. Mindig ahova beosztanak, tudod? Aha. Hát majd lesz, figyelj. Ahogyan alakul. Lina adminba állt. Köszi, gameplay a 4 hónap kiemelkedő tagságot. Most egy kétet üzenem. Meg mondom, veszélyes, lehet Abdult ki fogják csapni. De ez a viselkedés, amit csinált, az durva volt. Nem hallottam. Mondom, elmentünk ilyen nyomozói dologra, aztán ő neki fedeznie kellett volna a főnökasszonya, az közben az előléptetésre nyomgatta őt. Hát ugye mindennek megvan a maga helye, meg ideje. Ja, azt ott pofázott az előléptetésre. Ja. Ez kicsit kemény. Hát ez komoly. Köszönöm azért, hogy itt vagytok. Mégis nehéz zavartos, hogy bármilyen pillanatban ezért történhet valami. Egyből visszanézhető lesz, ez már biztos. Jó, szerintem cserélünk járdőkocsit, mert ez a B... Plusz nem is vagyok se nyomozó, se ezért alezredes. Vagy mi. Hát figyelj, ránk bízta az autót, hát jó ez. Na jó van. De ha akarod, akkor vezetek. Ja, nem arra van szó. A4, ez már szívemhez nőtt. Elhiszem, az egy jó autó. Az jó autó, tényleg. Amerikán dolgoznak. Az is jó autó végül is, mert jó irányítható, csak hát fék az olyan, hogy semmi. A Walter itt van a rádión szerinted? Hát kérdezd le. Walter főnök úr. Vételem van? Vételem, mondja. Szeretnék igényelni terepjárót, ha lehet. Ez most jutott a fülembe. Mikor van erre lehetőség? Például már elfogtunk egy valószínűsítetően menekülő személyt. Hol vannak? Hát szerintem akkor... Ja, várj, megnézem a térképen. Nézd már. Szerintem a kapitányságon vannak. Megnézem. Nem egyeznek a hívójelek szerintem. Vagy mi ez már azonosító jelek? Na várjunk. Hol a franc vannak ezek? Várjál. Bejelöltem, a kapitányságon vannak. Mihály Duó! Nem néztem a kapitányságon. Micsoda? Nem néztem a kapitányságot, de nem a franc. De most meg a játékom is lakol. Ilyet. Nem, néztem speed testet, a netemmel van baj, a 100%. Hol van? Itt kell majd balra menni szerintem. Vagy jobbos? Jobbos. Aha, itt vannak. Kell esetleg segítség, Walter? Tudoskodunk róla, csak már megint egy futkározós gyomorultat fogtunk meg. Ezt a sokkolós kezelésbe részesítjük. Basz. Hát mondjuk az vicces. De basszantó, így én sem élvezem a játékot. Szétlaggolom. Tegnap is ugyanúgy játszott a köcsé még. Nem azzal van a baj. Lesokkolják, nem tudom hányszor is elszalad. Altábor nagyúr elérhető rádió? Holnap is magyar lesz, igen. 2 jól itt van a kapitányság előtt, szeretnének önnel beszélni. Ajaj. Na menjünk a kapitányság, majd én beszélek velük. Az egyik egy sokkal a fején. Negatív. Hoppá. Nem, mert mindjárt a kapitányságon vagyok, amúgy is beviszik az úriembert. Az jó, mert akkor igénylem a micsodát, az autót, a terepjárót. Mit azt a köszönöm? Beládiózott, hogy Vadász 2 visszatér a kapitányságra? Vadász 2 visszatér a kapitányságra. Megtörtént. Oké. Igen, tényleg, amit Jézus mondott tegnap, azt is jelenteni kéne a főnöknek, Robi.
abban is igazad van. Ki a cigisekről beszélt, hát, ugye? 651 érkezik a Peugeot. A cigisekről beszélt. Na király, akkor már megint lesz egy felgetekes kihallgatás. Hát a kihallgatásokat amúgy udom, azokon nem szoktam részt venni. Szereted? Én nem tudom beszéltetni az ember. Aha, nem szól, nem mondanak ezek semmit, ezek a bűnözők. Állandóan így viselkednek. Vagy akkor jogában hallgatni, akkor mondja, hogy jogomban hallgatni, jó van, akkor rájuk vágjuk csekket, még be is vágjuk őket a börtönbe. Azt jó van. Na ott is van az egyik. A maszk is van rajta. Jaj, ne! Nem! Nem! Ismered? Ezt nem. Ezt tegnap behoztam. Ha megmondtam, én mondtam, hogy sárga papíros, ők engedjenek el. Jó napot, miben tudunk segíteni? Itt a kollégától érdeklődtem, hogy hogyan tudnak a nőkhöz jelenkezni. Hát sajnos jelenleg nincsen felvétel hozzánk. Elértük a kapacitásunknak a legtetejét. Nem, mondom, néztem speed testet, a feltöltésem nem. Egyelőre nincs ilyen. Pedig azért repültünk át olyan messziről, áthelyezést kértünk önökhöz. Persze, aki nem bírja, nyugodtan menjen, csak ne haragudjatok ezt. Akkor mostanában nem is várható? Mostanában nem is várható sajnos felvétel. Rendben van. Akkor reméljük, hogy mi hamarabb lesz, és megpróbálunk ide jelenkezni, úgymond. Hát kérdezzel meg, és ha mégis lataláltan lenne felvétel, hogyan tudnánk jelenkezni? Ki kell valójában papírt tölteni? Így van, papírt kell kitölteni online. Jó, rendben. Akkor majd, ha lesz, akkor szólok, azt akkor majd kitöltsük a napot. Meg szeretném próbálni. Szuper, jó. Még valamiben tudunk segíteni esetleg? Más, mondom, nem, annyit akartunk. Csak ezt akartuk, köszönjük szépen a rendes választ. Nagyon rendesek a durak. Köszönjük. Nagyon szívesen, további szép napot kívánok. További szép napot. Meg további jó munkát. Jó munkát, így van. Dicsértem olyan szép rendőrségük, le a kalappal. Le a kalappal, és dicséretet tudom igényelni akkor a... Köszönjük, további szép napot. Persze, mindjárt intézzük, mi a terepjáról. Jó, köszönöm szépen. Van ám meló bőven? Fú, Mihály, őszintén megmondom, néha már leszállad a parkom a helyére. Tegnapi live már elérhető. Na, de csak igényelni kell a terepjáról, tehát ezt nem is tudtam, hogy ez így működik. Hát ez... Kutakodok, hova lehet megint rakni? Ez tök jó, mert akkor megyünk, a rablásokra megyünk a terepjáróval, nem? Á, itt van. Jó, megvan. És akkor tudunk a hegyekre főmenni. Akkor egy ilyen gyönyörű szép kolorádót kér, mint ami mindenki. Kollégák, vegyék le róla a maszkot meg. El is viszem, akkor fel tud ingolni. Nagyon szuper. Csátok, minden terep kereket rakasson rá mindenféleképpen. Jó. Látta, hogy az enyémben milyen nagy batár terep gumba. Igen, igen. Hát meg tudja az üldözéshez, nehogy meglógjanak a hegyen. Azért akarom. Így van, így van, így van. Elviszük, felfullozzuk. Illetve majd... mondta ugye uram, hogy ezzel a Jézus nevezetű emberrel ne nagyon beszéljek, de... de miket? Olyan információkat mondott, ami hasznos lehet számunkra. Na, miket mondta? Leadom majd a jelentést, de most is elmondhatom. Cigisekről beszélt, akik kábítószer gyártanak a szigeten. Igen? Igen, a dohányboltosokról beszélt. Na, Grove Street-en igen. Vannak. Gyártják a kábítószert, illetve a metamfetamint. Nagyon sok az érdekes igen. Infót mondott. Na jó, majd várom a jelentését ezzel kapcsolatban. Jó, rendben van. Egy fél pillanat is jövök vissza. Köszönöm. Na, chat, hát ez jó akkor. Akkor Jézus mégse bolond. Jó infókat adott. Ez tetszik a főnöknek. Érik az előléptetés már megint. Már most léptettek elő, de hónap már mélyegy. Mester, 10 tankolás miatt nem elérhető. Aszta, ez brutális. Ez brutális. Na, előszem a papírt, elkezdem megírni. Na, chat, akkor ezt megcsináltatjuk. Most nagy akciók nem tudunk menni, mert a bitráta ízél, de legalább ezt megcsináljuk. Itt is van az újabb asparpája. Kollégák, legyenek szívesek. Rendőri intézkedés megtagadása, rendőr elől való menekülés, illetve több rendőri maradóság miatt. Előállítani a személyünket. Rendben, alá is írom. Mihály tudja, amúgy ezt minden rendőrön el szoktam mondani. Igen. Miután már előléptettük már másodjára is, hogy a sikeres ürökös televízió. Igen. De elmondom önnek, hogy én azért egy pozitív csalódás a szememben. Ugyanis én az elején nagyon nem bíztam magában.
Tényleg? Mert a... Mindjárt jövök, Marcel, nyugalom. A hőn állított régi kis ácskáról, aki már a hűvösen csütyül. Én nem... Hát én azt látom, hogy nagyon-nagyon rossz barántja le magát. De igen, amióta köszönöm. Nem kerül össze olyan személyekkel, akik lehúzzák igen, az igen, igen. Személyiségét azóta, mint hogyha felfelévelő tendenciát mutatnak. Igen, igen, igen. Azért tegnap is próbáltam bizonyítani, hogy engem nem tudnak megkenni ezek az illegális figurák. Én minden infót leadtam és bizonyítékot is. 322 ezer forintot adott a kezembe az az illegális csávó. Ez igen. Na, viszont térjünk vissza az autóra, szálljon be vezetőülésre egyszer. Rendben. Igen, uram? Fél pillanat. Na, csak a tabletomba följegyzem, hogy kiadtam ennek ezt a gépjárművet, aztán majd szálljon ki, és a garázsmesterre rakassa el. Jó, de akkor elvihetem feltuningolni? Nem, először rakassa el a garázsmesterre, hogy fixen érzékelje, hogy ez az öné. Ja, jó, a garázsmesternek is be kell mutatni, rendben. Hogy ez az ön kocsia lesz, rendben. És hogy tudja, hogy melyiket kell önnek kihozni. Mester 11 vissza megy a Spurs-re. Szuper, most elviheti Dumingot. Jó, köszönöm szépen uram, akkor megyek a is. Károly még megvan a járőr? Lakatos Károly, ugye? Ja, nem tudom hol van. Mindegy, álljon félre a kocsival, aztán keresse jó, meg. Jó, rendben. Szépen ahhoz. Tisztelet. Hát nem tudok mit csinálni. Majd visszanézitek, jó? Tudom, hogy idegesítő. Engem még jobban idegesít. Egyszerűen nagyon bosszantó. Szívem szerint kikapcsolnám a live-ot, mert így nem élvezhető. Nem tudom mi van. Nem tudom mi van. Lakatos Károly járőrtársamat keresem. Itt állunk kint. Mihály a lépcsőnél. Itt van a Károly nálam, itt van a Károly nálam, igen, igen. Nem vagyok a kihallgatóban, majd le tudna jönni hozzá. Károly, eljössz velem tuningolni? Persze. Jó, köszi. Hívó számot kérhetek? Mester 13. Mester 13, elindulsz szerelőterepre tuningoltatni. Vég Marcel kihallgatás erejéig lecsatlakozik a rádióról. Vég Marcel. Mi újság, Károly, jó vagy? Jól vagyok, jól van, kaptam egy rossz hírt is. Na milyen rossz hírt kaptál? Hát ugye én motoros alosztályban vagyok. Igen. Aztán... hogy valami bajuk van a motoroknak, hogy túl hamar letüstölnek. Ú, bakker, akkor most javítása vannak? Hát ő másik modell lesz. Tudja, ez ilyen ő... mint a Sandy Shores, meg itt ott vannak, ilyen chopper-szerűségünk lesz. És ez mikor várható ezeknek az érkezésre? Nem tudjuk még, mert még ugye kik ezt be tudnák hozni. Most jelenleg amerikai városra foglalkoznak. Értem. Szerintem jelenleg nem tudni. Értem. Hát reméljük akkor minél hamarabb, hogy tudjatok dolgozni. Igen. Hát biztos, hogy holnap viszem a gépemet Cyberékhez. Sehogy van, Mihály. Jó vagyok, köszönöm szépen, tegnap megkaptam az előléptetésemet, nagyon boldog vagyok. Cső Hunter. Meddig is voltál őrmester, ha kérdezhet? Hát egy-két hétig, nem tudom, de hallod, azt hittem, hogy sokkal több a fizetés. Hát csak 3500-an nőtt a fizetésem. Na szép. Ja, teljesen ki vagyok borulva. Azt mondták, most vele lehet azért, hogy őrnagy János kicsit megnyomták lentebb. Ajj, lehet az élet lentebb. Lehet. Mondom, nyílik. Jó napot! Nyitva napot. Vannak! Igen. Jó. Vagyjanak. Köszönöm szépen. Na fullos. A fíz végzett az tankolással újra elérhető. Autósüldözés. Uraim, fullos autót szeretnék, ezt most kaptam, kérni. Szolgálti autót, full, mindenben a legjobbat, illetve majd olyan kerekeket is szeretnék jelenleg rárakatni. Elhadni, hogy ez mennyibe állat. Kerül, mert pénzem nem sok van. 51, meg tud várni. 2 millió? Ja! Volt 34 ezer. Ja, hát akkor ebben van. Szembesebb vált. Akkor számolják?
Hát nem kell, lesz annyi pénzem, mert fúra minden. Mindig az autópályán haladunk. Felfüggesztés, nem? Igen, motor full. Mester 10-el indult segíteni. Meg majd valami olyan gumikat akarok, olyan kerekeket, ami a hegyre, hegyi terepet nagyon bírják. Jó, offroadot. Ja, ez a minden terepesük, ami van a kollégájuknak? Igen. Ugyanaz, ja. Mert az elkövetők szeretnek a hegyeken menekülni, és akkor utánuk kell valamivel menni. Na jó, már remélem összetörik a kocsit, aztán már nem maguk. Most megy ki az első felszólítás. Páncél kell bele? Persze, az is, igen. Csát, akkor ezzel menjünk majd a bankrablásokra, nem? Vagy ők kiosztják, hogy... A 4-eset ajánlott, mert az 5-es az már nagyon lehúzza, szerintem a teljesítményét. Ha lehúzza, akkor csak a 4-eset rakja rá, ja. A 51 megindul. Autópályán haladunk Szendi sors szeré. 56-an vagyunk fönt a Szerón. Akkor volt az elkövető az gépjárművel. Nem megy gyorsan? Hát jó, az nem baj, ha nem megy gyorsan, de fő tudjon menni a hegyre. Most a hegyen nem mennek 200-300-zal, érted párt? Az úri emberre fegyver volt tartva és nem volt hajlandó kizárni a gépjárműből, úgy néz ki, hogy haladunk vissza fel az autópályán városba, megpróbálom blokkolni. A blokkel? Igen, bocsánat, csak a rádióban beszéltek. Testépségükre vigyázzanak azért, hogyha lehetne blokkolják, ha nem próbálják. Ha fullos, jaj. Ú, de bogány. Mester 9-el indult a keleti autópályára. Ó, csat, ez a rádió durva. A lakosság van itt. Igen. Most kérheted a gyerekkori álmodat, rendőrkocsiba ülsz. Azaz. Nem, itt nem lesz illegál, itt nem lehet korrupkodni. Az 5. kocsinálni. Nem mondhatom akkor. Igen. Ja, az ablaksötétítés megcsinálta, vagy nem? Igen. Az megvan elvileg. Ja, mert nem full fekete, vagy nem full sötét. Azon nem látszik a villogó, az a baj. Ja, értem. Jó. Akkor az is fekete lesz, és azt gondolom akarja. Értem. Jó, azt nem akarom, igen. Na nézzük akkor. Ja, először a felnit nézzük. Ha tudja, akkor az kell, az fog kelleni. Hát minden terep az. Minden terep, és akkor mondom a egy, még van ez. Volt termek van, ja, azt kell. Mindjárt mondom, mi a felé. Jaj, mindjárt mondom. De a pörgetjek új. Két kiérkező járőrautó, menjen nyugodtan tovább. Hogy Mills Spectre. Se 10 vette, folytatja a járőrautó. A kaszkorszak a javításra vonatkozik. Ez nem. Aha. Mester 9 vette, folytatja a szolgálatot. Hú, de menjük kocsi, jó? Ki a legszimpibb az állomány? Miért mindenkit szeretek? Másik egy bikini mosás, bevállalunk, aztán még szebb lesz. Ez durva. Ez jó. Még valamit esetleg? Hát, szerintem egyelőre ennyi akkor. Mennyi pénzt hozzak? Vagy számlázzátok ezt is? Ezt számlázzuk. 5000 összesen. Ó, hát az rohan nagyon baráti, nagyon baráti. Igen. Számlázzuk majd. Jó, oké, akkor kérem szépen a számlákat. Kérem is. Tehát az internetem teljesen gatya. A tiszta is, ezt tudom. Ne jól fasza. Rossz a netem, igen, tudjuk. Live elejó óta szenvedünk sajnos. Ezzel. Mert szóltam a szolgáltatónak. De tegnap jó volt. Nem tudom mit lett hirtelen. Megnézzük gyorsan. Tényleg bocsánat, nem tudom azt a minőséget nyújtani nektek, amit akarok, és ez nagyon bosszant engem. Ja, fullosan is ajánlott van, nézzük. Jaj. Bocsánat, hogy így siránkozok, de nagyon bosszant. Itt Vég Marcella rádión. Szeretném az altábor nagyon véleményét megkérdezni arról. Köszönöm, be is fizettem. Hogy itt a kihallgatóban az elkövető azt mondta, hogy csekket állítunk ki lelőn minket. Erről mi a véleménye? Állítsak ki a csekket. Nyugtáztam, köszönöm. Jó. További szétnapot urat, nem mennünk rá. Viszlát! Viszlát! Be is fizetem, gyors átutalással. Marci és videó felvételt indítsanán, legyen szíves, jó, ha ez megtörténne. Rögzítette testkamera. Nem lehet full fekete a villogó miatt. Na, kipróbáljuk a hegyen? Karcsi! Kipróbáljuk, aha. Nézzük meg, mit tud.
hát nézzük meg. Mit tud, vagyok én is. Hallod, ez megindult, mennyivel megy ez? Nem úgy volt, mint az előbb, hogy előbb. Hallod, ja? Hát most szedi a lábát. Jelölj már valami dombos környéket, légy szíves. Ja. Mint a közelben van, gondolom olyat, nem? Ja, ja, persze, persze. Az persze. A közelben. Jó, király, megnézzük, mit tud. Hát érted, akkor ezzel megyünk már rablásra. Persze. Főleg, ha van terepjáró. Nem tudom, van-e limit, hogy mennyi szerint ilyen mehet ki? Összeesett a kihallgatóban. Nincsen limit, igazából attól függ szerintem, hogy mennyi terepjáró van kint. Nyilván, hogyha ilyen gyorsabb kocsi van, ami csak... Köszi, Laci, kedves vagy. Nem mehet föld úton, hegyen. Akkor elpakókat viszünk ki. Mert érted, múltkor is a bankrabláson 7 elkövetőből egyet tudtunk elkapni. Na igen. Hát 3 terepjáró volt kint az állami bankrabláson. Hát mi üldöztük azt hiszem terepjáróval. Az egyik terepjárójukat. Igen. Csak olyan jó volt, hogy a szirénával mentünk páros lepó, behúzta elénk a kormányt, aztán a... nem tudtuk megelőzni belénk ütközön. Aha. Aztán úgy el tudott menekülni az egyik. Hüllogó ilyen. Na itt menjünk fel. Mm. Tudom úgy, hogyha üldözés van, általában ide menekülnek, itt szeretnek menni. Aha, timben, dombon. De figyelj, hát ez jó! Csak itt vigyázni kell itt, hogyha megindulunk valahol, elszállunk, akkor... Csak hát ezzel fogunk jönni bankrablásokra. Elszállt azért, tényleg itt leborulni? Az nem lenne jó. Ez kemény. Üldözésnél egyik elkövető száguldozna, átugratna autópályára. De bírja a gumi, nem törik ki? Minél ugratásnál? Ja, nem törik ki a kerék, bírja? Hát ilyen kicsinél nem, de szép hosszúnál kitörik. Pont tegnap volt azt hiszem, hogy üldözés. Elszállt az úr, ugye hegyen, szóval lent már csak két kerékkel voltunk. Aha. Mi nem is egyel. Mi nem tegnap te irányítottad akkor a forgalmat. Ja, vágom. Ja, akkor vágom. Az volt. Hadd, és ez itt le tud menni? Vagy itt nem, jobbra, lefele? Le tud. Lebír, menj, megpróbáljuk. Hú, nagyon élvezem. Na ez komoly, na ez jó lett bankrablásra. Mert a földi egység egyszerűen nem tud semmit csinálni, ha följönnek a hegyre. Hát nem. Általában szuvokkal is jönnek. Terepjárókkal. Tankoljunk egyet. Bejöld a kapitányságot, és akkor tankolunk egyet. Aha. Na, ez jó lesz chat, nagyon. Ez tetszik. És neked van valamilyen gépjárművet magán? Vagy nincs? Hát magán, még az Abdultól kaptam ajándékba egyet. Miért kaptam? Hát golfot. Fő van tuningolva. Aha. Váltani akarsz, vagy nem? Hát majd igen, csak tudod... megkaptuk a fizut. Hát csak tudod, amit én kinéztem magamnak az 50 millió. Melyiket nézted ki? Melyiket? Hát... nem is tudom. A Brabuszt. Aha. Azt hiszem 50 millió. Tegnap teszteltem, csak meg kéne nézni ezt a használt autókereskedést, de tegnap nem láttam ott katalógus se embereket. Mhm. Úgy hallottam, hogy újjelen indult vállalkozás lett. Aha, szerintem igen. Azért mondom, hogy nem találtam senkit. Majd deszek. De ezt egyből feltöltöm, jó? Ezt egyből elérhetővé teszem. Ez az internet miatt, jó? Altábor nagy úr ráér majd egy pillanat. Ezt rögtön vissza tudjátok nézni este. Szetesen. Mester 15-ös visszatér kapitányság területéről. Most a bitráta jó, most meg a játék. Teljesen kifagytam. A csetem sem megy. Nem, mert dolgozom most. Hát igen. Az... Nem, megírtam neki egy okosat.
Nem tudom, chat, mi van máma, de kezdem feladni. Ne, meg vagyok átkozva, szerintem. Szerintem meg vagyok átkozva. Most meg a bitráta esik le. De lehet lelövöm chat. Ez ezt így nem lehet csinálni. Holnap lesz a gépújítás. Igen, 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 igen. Hát ezt nem tudom, szerintem elszárt az autóba. Elszállt a kollega az autóba. Szerintem. Nem, itt van. Jó. Jó, jó. Na cső, itt vagyok. Jó, jó. Köszi. Annyi félreálltam a valazunkba. Holnap lesz live, igen, hogyha helyreáll minden. Hát holnap remélem meg lesz, jó lesz az internet. Tankolni? Á, még nem kell, jó van. Rádiózol, hogy visszatérünk az őrsre? Persze. Mester 13, visszatér a kapitányságra. Vissza kell csatlakoznom rádióra is. Ha meg átöltözni. Nem tudom, hallottad-e? De mondtam, még Fizuba vettem egy kocsit. Na, milyen autót vettél? Ilyen BMW kombit vettem meg. Na, szép rancs, mennyibe kerül? Ugye csúnyánka, 1 millió 3. Holnap is magyar lesz. Szerintem. Teljesen jó, persze. Na, beparkolok. Tehát szépre meg is csináltam. Igen, köszönöm, hogy ettől függetlenül 1500-ig vagytok. Nagyon nagyra értékelem. Mérgesen is jól nézek ki? Jó leplezem, de szétvet az igenének. Nem, hát... Nem, nem értem. Milyen újítás lesz? Alaplap, processzor, illetve ramok lesznek újak holnaptól. A szolgálatba állok megint. Meg átöltözök, lenn vannak a kihallgatóba. Jó. Most felöltözünk. Oké. Oké, oké. Meg tudod nézni, Bence, a weboldalon. Hát igen. Jó napot! Jó napot! Jó napot! Tényleg nagyon jól esik, hogy ettől függetlenül ennyien itt vagytok. Köszönöm, tényleg ez motiváló és jól esik. Nem kapja vissza. Nem én nem. Menjem. De mi újság? Semmi kisebb volt, mint 8 cm. Semmi, menjünk már, mag, nyissa már. Menjem már. Fogja be a száját. Elszeretek magukkal beszélgetni. Ez a nagy szájú itt, nem bír magával? Nem. De ha itt kap megint egy paszt a parkolóba, én nem tudom, mit csinálok magával. Én most már bevágom egy gumicellába, figyeljen meg. Jó van, észre csinálja, észre csinálja maga. Észre csinálom. Így cselkedik a csáv. Hívom mindjárt Dili házat. Az a szemétő meg nem lát mennyi nullát pakol a csekk mögé. Most nincs bankrablás. Na, eszek iszok. Miért nem volt? Nem volt? Kérdezek már valamit, uram. Nem volt elég 0-5 szerint, akkor ezek szerint nem volt elég. Miért nincs nálam a kóla? 1 millió 2-t kaptam, könyörgöm. Véletlen volt hányszor. Örüljön neked, nem én voltam. Idióta. Mester 9 félreáll értelite a fogyasztás szójából. Nyugtáztam, köszönöm. K-
köszönjük, hogy megtiszteltél az üzenetet, hogy hamarosan átrehetsz az egyik kollégához, és a kérdéset felteheti neki tisztelettel, négyem a bármennyi rendőr főkapitányság. Mizu Marci. Ezt én sem értem, ezt kiírta. Nem tudom. Ez szerintem az egyik tisztünk írta vissza az üzenetre. Ja, értem, értem uram. Nagyon jó. Forma vármegye. Forma vármegye. Ez miben vagy a Gusztávó? Hadvégzést kapok, hadvégzést kapok. Forró úr! 15-ös végzett az igazoltatással visszafállott kapitányság területére. Jöjjön egy kicsit félre, kérem. Hát azért mondtam neki, hogy még örüljön, hogy nem én álltam ki a csekket, mert 1 millió 2-vel nem úszta volna meg. De ki volt az a nagy száj, az visszaeső volt már? Hát, Balú kapitány. Ma már belefutottunk párszor az úriemberbe. Hát és mit csinált? Itt nem, a helyes kérdés. Kard volt nála, pontosan a katona. Brutálisan ellenkező volt. Igen. Szájolt. Úgyhogy... Hogy is mondjam, megérdemli a csekket. Tudja Mihály, vannak a városban olyan emberek, akik nem sok észre vannak megáldva. Igen. Na, ő egy minta példány ennek. És figyeljetek, Jézussal mostanában találkoztatok? Nem. Én... Igen. Pontosabban... Az egyik embert úgy megtérítette egyik nap, hogy le akart ugrani a hídról. Igen, ezt mondtam én is neki. Mondta, hogy meggyontatta azt a Gézát, te utána öngyilkos akart lenni. Igen. Hát olyan jól sikerült ez a gyontatás, mondjuk úgy. Hála az égnek nem sikerült neki az öngyilkosság. És tudjátok, mit mondott nekem? Már a főnöknek elmondtam. Beszélt valami cigisekről, akik a Grove Street fele laknak. Ezt kimehetnénk megnézni amúgy, ha nincs mit csinálunk. Valami dohányboltosokról beszélt, akik... Hú, azokat bírom. Akik... Bírod őket? A szigeten kábítószert csinálnak. Kábítószert csinálnak a szigeten. Ezt nem tudtam. Metet főznek, meg füvet készítenek. Hát első körben én azt jelenem, hogy az ön helyéből is szólnék a nyomozati osztálynak, és a határban lesz. Jó, rendben, akkor szólok is. Tudjanak róla, mert azért ők is veszélyben vannak kint a határon, hogyha ilyen emberek járkálnak oda. Jó, rendben, köszönöm, akkor szólok is a Molnár Jánosnak. Mindenképpen, köszönöm. Gyerek, folynálok. Jön a Mihály, jó napot kívánok! Tiszteletem. Tisztelet. Molnár János, ő nagyon szeretnék beszélni. Egy pillanat. Miről lenne szó? A főnök úrnak már mondtam, hogy ezek a dohányosok, cigisek mivel foglalkoznak, a határvadász kollégák nehogy bajba kerüljenek, illetve ki kellene nyomozni ezt a részt, amit én hallottam. Micsoda, mi a határvadászok, a mi a helyzet? Azért jönnek képbe a határvadászok, mert a cigisek a Grove Street-en, ott vannak a dohányboltosok, a szigeten gyártják a metet, illetve a füvet, és nehogy ott a bajba kerüljetek. Az Nagy János, ne adja a szolgálatot, tovább az jó szolgálatot kívánok mindenkinek. Úgyhogy ez baj lehet. Én viszont... Fogjuk nyomozni mindenképp. Gyorsan, elszaladok piányra mindjárt. Jó. Menjek le a Grove Street-re? Fogjuk nyomozni mindenképp. Hát csak mindjárt szólok akkor az éjjének Antónnak. Mihály úr az mondta nekem kint ezt a történetet, és igazából jól gondolja, hogy azt akarja jelezni, hogy nehogy a kollégák kint határon esetleg veszélybe kerüljenek ez miatt. Így van, így van. Ki, hogy... Tehát azért előkerül itt azért jó sok turpisság a kocsiból, ugye amivel mai nap is volt. Egy a probléma ezzel, hogy konkrétan a dohányboltosok amúgy múltkor saját magukkal csesztek ki, mert volt egy autóbalesetük is, mindegyik megmutatta a személyigazolványát is. Mindegyiknek megvan a személyadata. Kis magának ugye az alaplogika nálunk az volt, hogy valószínűleg, hogyha át akarnak törni a határon, ugye lesz... Remélem, bízok benne, hogy bűnözőként van annyi eszük, hogy át akarják az arcukat, hogy kollégák ugye egyből tudjanak reagálni rá, hogy... De hadnagy úr, az a helyzet, hogy ezt az információt, ezt a Jézus mondta nekem. Ez a kérdés, hogy az bolond az a csávó... Jaj, Isten, hagyjuk a Jézuskát! Várjunk, de urak, haló. Az, hogy jön egy információ, az, ami csak beljebb vagyunk. Az, hogy valós-e vagy nem, maximum felkészülünk egy olyan dologra, ami nem történik meg, de a biztonságunk legalább... Azt mondta, hogy neki ez a küldetése, hogy nekem segítsen. És hogy ez valós ami információ. Lehet, hogy elbiciklizett mellettük, aztán ez meghallotta, hogy... Azok a személyek ugye mindig azt mondják nekem, mert maszk van mindig rajtuk, és hogy az arcukra ragadt. De hallod, de ez a dohánybolt, és ez egy legális dohánybolt vállalat, nem? Állami kézben van. Igen, járunk oda mindannyian. Igen, legális kézben, de ez mellett ugye csinálnak illegális tevékenységet. Ja, hogy de akkor ezt már tudta János úr. Igen, ezt nagyon jó. Figyelj, amúgy lehet, hogy csinál, amit köszönöm. Ilyen drogédiákat átalakítanak, hogy hátul meg Mihály, én annyi mindent tudok, csak
ilyenkor ne szólj, szám nem fáj fejem alapon. Igen, igen, igen. Ma már volt a János úrnak ilyen akciója beépítettként, úgyhogy... Tudja, ami itt van az ön melkasán, az miatt ne szólj, szám nem fáj fejem. Persze, vágom, csak addig nem, azért mondtam el, meg jó, hogy a hadnagy mondta, hogy jelezzem ennek, amíg nem vagyok nyomozó, nem akarok ilyen dolgokba kezdeni, tudja, nem akarok, persze, hogy elrontsak bármit is. Csak hát ezek az információkat átadják, ezeket minél előbb leszeretném adni. Persze. Hát meg azért, tehát tegyük hozzá, hogy ez jó pontnak számít. Valószínűleg viszont lehet esni. Ó, nem kell enni ezt mondani, mert már kapott helyet a nyomozati osztályban a Mihály. Tisztában vagyok vele, de önöknek kell összedolgozni, hogyha a Mihály ennyire lelkesen a nyomozati osztályhoz akar tartozni, szeret tartozni. Már nem csak, hogy akar, már oda tartozik. Ez mi? Igen. Tényleg? Hát ezt még nem mondta! Igen. Na, látja Mihály. Már ezt Walter úrral megbeszéltem. Köszönöm szépen! Csett! Na jó, akkor én majd szólok akkor az. Hát ezt mikor mondta? Most, nem? Jó. Bármint? Hát, hogy akkor nyomozó vagyok! Jó, oké. Okay. Hát, a határvadászok vagy. Hát igen, csak annyi, hogyha valaki nagy sebessége jön, akkor nehogy lövöldözés legyen a vége, legalább fel tudnak készülni. Maximum belecsapódik a izébe. Autóba. Hát ez király, hát, nagyon. Ugye ők is használják az eszüket, hogy azért ennyire agyarágyultak ők sem általában. Hát reméljük. Tehát, én bizakodó vagyok. Mondjuk a tegnapi út, hát figyelj, amit tegnap történt. Ezt inkább adjuk. Hát milyen, innentől kezdve korrekt, ugye, információ megosztást kérek egymás között, és akkor minden. Rendben, és uram, azt lehet tudni, hogy ki lesz a harmadik nyomozó emberünk? Nem lehet tudni még, sajnos, mert ugye többen is vannak. Tegnap beszéltem a Bendegúzzal, és ő mondta, hogy valami miatt, ő szíve szerint jelentkezne, de hogy... Kolompád az normál, és az jó ember. Lekésett az első ilyen meghallgatásról, ugye? Nem, ez folyamatosan lehet jelentkezni, majd ki fogom ezt közölni applikációm. Uh-huh. Jó, hát jó. Igazából Mihály az alosztályvezetők úgy fogják fel, hogy ők nem erőszakolják rá senkire, keresse meg szépen. Ugye, ahogy ön csinálta, nagyon jól csinálta. Oda ment, megkérdezte, van-e? Bírom ezt a csávót, a motoros alosztályvezetők. Most az, hogy utána milyen lesz a közös munkájuk, az majd a János úr bírálja. Persze, ő. Persze. De az a kérdésem, hogy akkor ilyenekről nekem a Walternek be kell számolnom, vagy elég Molnár az alosztályvezetőnek beszámolnom? Minden magasabb rangú tisztnek be kell, hogyha megkérdezik. Értem. A nyomozati tevékenységekről először ugye nekem, és ugye így megbeszéljük egymást, utána meg együtt elmenjünk Walter úrhoz. Jó. Ön csak annyi, hogy valószínűleg információk tömkelegét fogja a kollégáktól kapni, mint ahogy most maga csinálta János úrral, mert önök a nyomozati osztálynak a... Ja, értem, okay. Hogy a többi kollega megkeresett minket és leadja. Értem. Igen, abszolút, tehát értem. Önöknek a munkája ugye először az információszerzés és utána jön majd az akció. Értem. Bocsánat János úr, hogyha nem jól mondom, nyugodtan jelentsem. De. Bocsánat, csak na, fejben csinál, próbálok. Na, ez a mai nap legjobb híre. Szemben, hogy hát, ha lesz időm. Jó étvágyat. Jó, hogy egy lájkot köszönj. Igen. A sikeres estéknek. De azért mondom, hogy majd azért látni fogja, mert a János úr a mai nap is attrakciózott ugye egy akció jelenetben. Nyomozó lettem, igen. És nem ismertek fel. Beépült olyan sikeresen, hogy ugye leegyeztette a kint lévő egységekkel, és úgy kiviteleztük a helyzetet, hogy ő le se bukott, szóval az álcája az érintetlen maradt tovább. Hát remélem én is egyszer ilyen profi leszek, illetve neveket is mondott ez a Jézus, mondom, én mondtam neki, hogy remélem nem őrült, mert hogy papírja van arról, hogy nem őrült, de mondom lehet, hogy az ellenkezője. Illetve a Gusztáv valamilyen papírt adott neki. Ezt is elolvastam. A Gusztáv kiállította Jézusnak valami papírt, nem tudtam hova tenni, majd Gusztáv biztos elmondja. Mihály, nem lehet, hogy azt mondták a kedves Jézusnak, hogy a kórházba egy elmebeteg is azt hallott, hogy elmehet. De lehet. Hát a Jézusnál csak egy attól félek, hogy magának tekezzen a papírokat. Hogy kemeredett bele Gusztáv a beszélgetésbe? Kiállította Jézusnak, igen, kiállított valami dokumentumot a Jézusnak. Jaj, igen, az még én voltam ott. A Jézus, az, mert jobb hazudják, az nekünk dolgozik. Ugye a főorvos kisasszony kiállított neki egy hivatalos menlevelet. Igen. Hogy a provincia, itt a római birodalom egész területén járhasson egészen nyugodtan. Igen. Mi megbíztuk a római légiós feladatokkal, hogy úgymond nyomozzon nekünk. Ha vehetjük úgy, hogy... Vehetjük úgy... Bocsánat, megbírom! Ez mindig szórakoztatta a hajtulat. Megbírom, komolyan elmondani, passza meg. Szóval vehetjük úgy, hogy a Jézus a magán detektívünk, aki besegít nekünk. És mondtam neki, hogy majd,
ha érdemleges információkat ott hozzuk, majd megjutalmazzuk pár aranytallérre. Hát nézzék, az a konkrétan annyira sikeres ez Barber úrnak, hogy múltkor kukázott folyamatosan, és hozza be az illegális cuccokat, amiket talál elszólva. Tisztelt van magas pozícióban rendőr? Mondom, nekem az egyik dohányboltos azt mondta, hogy úgy hívják, hogy Bogár. Most nem tudom, hogy ezek valós információk-e, meg ez a határvadászok... Mester, itt visszavonul kapitányságra. Hogy a határvadászokkal kapcsolatban is tényleg jobb, ha figyelnek, mert nem csak füvet, hanem metet is gyártanak. Köszönjük, vettük. Hát, már bocsánat, kicsit eltérjük, most írtam, hogy... Menjünk felderíteni? Utolsó jelzést látták? Grove Streetre? Olvasom, nyugodjon meg intézzük. Nem, kinézzük a... Hány boltosok már fókuszba kerültek nálunk, mert... Mindegyiknek a nevét tudom. Őrlaj? Jó. Igen? Le tudod diktálni nekem a telefonszámot, légy? Persze. Igen. Jó, meg a telefonszámot is megadjuk a... Nincs már meg, vagy rád küldök egy. Nem a tiédet, ami a forró drótól. Köszönöm, Farkas, ja, Dominik, dobj egy e-mailt, jár a két dedikáló kártya. Egy hibás parkett, ami folyton meg minden. 57-es. Köszönöm a támogatást és a türelmet mindenkinek. A 4-es, 022-es. Most hívjuk-e Jánost, vagy egyedül? Hát most már nyomozó vagyok, nyomozhatok, nem? Nem, itt van, ki van mozdulva itt az egyik, már tudják, mert szóltam a polgármesternek. János, illetve szeretném megadni akkor azt a telefonszámot, aki fegyverkereskedelemmel foglalkozik. Jó, hagylak titeket, János. Köszönjük szépen! Én meg ezt elnéd is. Lovas 3 megkezdi a járőrszolgálatot, illetve elmegy szerelőtelepre. Megadnám a telefonszámot, aki fegyverkereskedelemmel foglalkozik. De ez most még rá... Ráér Mihály, amikor küldi a többi anyagot. Jó pihenést. Ja, azt applikáción kell elküldenem? Igen. Minden anyagot összegyűjtünk és egyszerre majd így átolvasok. Leülünk, megbeszéljük. Jó, rendben. Célszerű, bocsánat, csak közben az öcsém is írt, mert elvileg történt valami. Hú, bakker. Hát be... Tényleg. És... Uram, akkor lehetőség van ilyen beépülésre? Ha le akarom buktatni egy fegyverkereskedést, például hogyha valaki fegyverkér üzletel, ilyenekkel. De ez mind... Mert akkor a tegnapi felvételt is, mert akkor a Linak is azt mondja, adott engedélyt, akkor a tegnapi felvételt azt eljuttatom önnek, és akkor meg tud nézni. Olyan információk hangoztak el, hogy szerintem rögtön felvesz, tehát akkor ezt megelőzte, köszönöm. Így van. Na, Mihály, akkor most ki is fogunk menni egy helyre, mert az öcsém elvileg talált valami kereskedőt. Jó, rendben. Na, megyünk ki helyszínre. Walter. Rendben. Na. Walter, ráérsz? Walter, most sok dolga van csak. Igen. Ha én líder lennék, én ezt nem bírom, hogy bírnám. Ez brutális. Nézze meg, hogy a bizonyítékokban már megvan-e. Ha nincs, akkor... Mert nem tudom, hogy hol már annyi ilyet találnak a kollégák. Ez durva, hogy egy ilyen... Hát ő eléggé próbálnak itt megvetni magukat a városba a bűnözők. Volt belőle mostanában meló dögivel. Volt. Van egy jó hírem. Igen? No. Az antiék nem verték össze egymást. Hogyhogy? Hát nem vett senki. Hát meg nem csak az, várták János urat a bokorból, figyelj, biztos vagyok benne. Nem csak az, mondták, hogy én menjek zenélni. De jó, mert van szerelő, van mentős, van rendőr. A verekedésed, így mondták, hogy kapok egy ajándék sütit, hogyha megyek. Ez igen. Már bocsánat, de elmehetnek a buszpicsába, bazdmeg, hát ott DJ-skedsz ingyen. Nem bírom kimondani ezt a szót, de arra gondolom. DJ-skedsz. Köszönöm szépen. Na, mert... Dobes Walter, magyar szinkrohangja, Tergényi Gusztáv. Igen, lesz videó, de nem holnap, hanem holnap után. Hát inkább izé van, hogy ha inkább össze akarják mérni az erejüket. Megvették a nagy csomó piát, ugye mindenkinek ingyen akarták osztogatni. Ezzel is csábítva a népet. Azt izé ivó versenyt? Mondtanék, hogy inkább így igyenek izét, csinálják ivó versenyt. Igazából mi volt az elképzelés, hogy állományban lévő szolgáltató teljesítő rendőrök kimennek és majd ott piáznak pedig, vagy? Nem tudom. Ugye azt látták, hogy oda megy a nép. Szóval elképzeltem, hogy hull a részegen Walter úr Jánossal szolgálatba kocint, hogy leverte az egyik a aztán másikat. Aztán jön az értesítés a bankrablásról, úgyhogy satú részeg az egész állomány. Igen, mindenki cikcakban megy oda. Az mondjuk, hogy holdaház, ma bővítették a villanyórát, és rakták ki a házon kívülre. Vagyis eddig is kibocsokott, be lesz falazva. 310 emberé. Bemegyek így érzelítő. Jó napot kívánok, én vagyok a túsztárgyaló. Tényleg, azt kéne még.
Így néztük a mai napom az... a kocsikat, így csekkoltuk le, részegen. Az ilyen, nem tudom milyen. Antonom, mikor János. Tudom. Mit akarok mondani? Viszont ahogy néztem, ez nincs benne. Akkor menjünk meg, nézzük, főnök. Walter, jössz? Kiszállnak. Nem, mert én várok egy úriembert, aki fegyverviselését szeretne szerezni. Igen, elmegyünk, akkor gyorsan a BMW-vel megnézzük. Menjetek. Jó. Akkor nem sokára jöjjünk. Jó. Jó, csak csuklok elnéd is. És főnök, akkor nyomozói autót lehet majd igényelni? Ezt majd igen. Egyelőre megbeszéljük, ezt még Walter úrra átveszik, hogy hogyan. De még egyelőre nagyon rossz a vezethetősége, csak ennyit. Ja, mondom. Jó, mert a terepjárót azt most kaptam meg amúgy. Igen, az nagyon jó. Azt becsülje meg, az iszonyatosan jó. Majd kapok nyomozója, csak itt a Handlingről beszélt, úgy érkészül. Jó, rendben van. A testvérével én már találkoztam? Vagy mit kell tudni róla? Biztos. Szerintem pont most itt. Elnézést. Csát rögtön elérhető lesz a stream, jó? A laggos részeket bulizni akarnak. Vissza majd. Nem hiszem. Kik akarnak bulizni? Amiről múltkor lecsúszott néhány. Ja, vágom. Minden este buli. Az a jó. Na kimegyünk egy helyre. Na ilyen a nyomozói autó, ez komoly lesz, ez tetszik nagyon. Ez tetszik. Ha, csalogatni akarnak téged is, Le Mihály, a hova? Buliba. Ja, mert múltkor mondtam, hogy nem érek rá olyankor, már késő van, tudod? Igen, most akarnak csalogatni. Na most egyre nem fogok visszaírni, mert nem érünk rá. Buliba menjünk? Ugye a végére? Hát ha jobb kedvünk lesz. Ma ez tönkre vágott engem. De nem adjuk fel, az biztos. De Schofield, már ő a bagoly. Már kinyomjuk, lekapjuk, meg más ruhába szoktam lenni, csak most nem. Ja tényleg, akkor nekem is össze kell állítanom egy nyomozói ruhát? Hát, nem feltétlenül nyomozói, de majd egy ilyen civilesebb, elvegyülősebb. Jó. Mert múltkor az óriási volt, amit csinált ott a lagúnánál. Az brutális volt. Ó, és akkor majd láttam volna Mihály. Most már, hogy nyomozó társak vagyunk, azért mondhatom, hogy láthattad Mihály. Igen. Jön, de copyrightot kapok. Nem, baj, a mai donéteket úgy érdemlem meg a pénzt. Itt van benne kereskedő, ide ment be hozzá. Mindjárt felhívom az öcsémnek. Jó. Lesz life holnap, igen. Illegál, a szervert már tesztelik. Már tesztelik az amerikai szervert, úgyhogy szerintem lassan helyre. Na szervusz, öcskes, itt vagyok azon a helyen, amit küldtél, de nem találok semmit egyelőre. Igen, Schofield, igen. Milyen? Hol a bódénál? Mert itt vagyok, ez, hát a... Ide tudsz jönni hozzám, ahova küldted igazából a koordinátát? Köszi, magyar. Köszi, Kordél. Hát jó, csak tudom, hogy nem sikerül úgy. Bassza. Hát. Ahogy én akarom. Hoppa, látom. Hol van? Bal oldalt. Jó, megvan, meg szerintem megtaláltam. Jó, köszi. Oké, most ment el egy kocsi innen. Szerbusz. Most ment el pont Mihály egy kocsi. Aha, láttam. Aha, ki ez a csinál? Mester 9-es üldözőbe nem vett tudom. Egy szürke Volkswagen gépjárművet a Kék Laguna környéken. Hát, te körülj, menj! Kiszállunk, főnök! Maximum BMW, szürke BMW. Ez valami illegális dolog lehet itt. Kapja le a jelvényt, Mihály, aztán próbálj. Mit jelentéstől a BMW? Laguna. Jó napot! Mindjárt csinálunk erről egy fényképet. Illegális csávó lehet. Jó ez a kis detektíves RP. Két Laguna alatti garázs mögött megállt. Jó. Lefényképezik? Erről veszi a kamerát, Mihály. Természetesen, az urat fényképezzem le, mert Bódéval együtt.
Igen. Rendben van, akkor csinálok egy fényképet, előveszem a telefonomat, és akkor lefotózom. Van itt egy nagyobb objektíves is, Mihály. Jó, rendben, akkor előveszem, vagy adja oda, legyen szíves. Átadom a kezébe. Ez fogja meg. Jó, csinálok egy fotót. Fotózott erőt, egészséget. Megvan, uram. Hátulról, oldalról is fotózzam le? Nem, elég lesz így. Rendben, beteszem a kamerát a kocsiba. Majd utána kérdezünk, hogy mi lehet ez. Rendben. Akkor ezt be is küld. A bizonyítékoknak vagy önnek küldjem? Egyelőre mentse el magának itt a memória kártyáján, amit most van a fényképezőgépbe. Aztán én is beküldöm, mert nekem is megvan. Jó, rendben, rendben. Visszatérünk akkor a kapitányságra. Jó, rendben. Látja, hogy nem mindig olyan izgalmas ugye nyomozónak lenni, néha el kell jó, de hát persze, fel kell deríteni a területet, egyértelmű. Először felderítünk, így nem is utána. Meg megtesszük, amit meg jó, kell. De engem, ha egy ruhabolt... Mindegy, majd az autómmal elmegyek egy ruhaboltba. Csinálok magamnak egy civil ruhát akkor az ilyen esetekre. Erőtegészséget Antalnál, mint főtősőrmestre szolgálatban. Csinálunk egy civil ruhát. Nem, megmutatom ennek, hogy milyen ruhában voltam, és nem tudtam lebukni. Jó, jó, megnézem. De ilyen szakálmaszkot vegyek én is hozzá, vagy milyen? Nem, nem feltétlenül. Te itt a kollégán rosszul lesz. Ott gitározott valak. Hú, bakker, az nem jó. Leesett a vércukra. Lesz buli is, de most ezt a ruhát meg kéne csinálnom. Tudják, és engem is úgy hoztak be bilincsbe. Nem öltönyös. Úgy meg volt szervezve. Az nagyon durva. Jó, akkor engedélyt kérek menni átöltözni. Rendben, itt az engedélyt megadom, egyedül Walter úrral lebeszéljük, aztán majd ja, is, jó, hogyha olyan lesz. Rádion úgy is főmegyük, de akkor bemegyek önnel leadni a jelentést. Jó, persze mindenképp. Meg nem csak az, hogyha a ruházat miatt kell, ja, tényleg itt a ruházat, kell. Persze, persze. Jó, gondolom akkor nem kell kiléptem a szolgálatból, nem? Hát most még elmegy, addig nem. Jó, 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 jó. Ugye a rendőrség, illetve ruhabolt távot csak teljesítsen a többi. Kimegyünk Wall Street-re egy kicsit. Jó pihenést. Jó pihenést. Mit szóltok hozzá? Elmegyünk átöltözni, de kinézzük Wall Street-re. Aztán egyes visszatérni a kapitányságra. Legyen meg az 1000 like ma is, köszönöm. Mi az is? Még halkadunk is. Mi az? Baj van? Nem, a kollégám letöttem meg, hogy hogy néz ki. Egy kicsit. Ja, ahogy ezt lejutott, Sanyi. Bocsánat. Ja, látják a mapon, akkor civilbe majd a végén. Leadjuk a szolit, akkor majd civilbe. Akkor majd nem szolit. Miért, most itt van az Antal, gondolod, akkor közölheted vele. Majd, majd beszélünk már. Majd mindjárt előbb. Maszkot vegyük le, kollega, köszönöm. Nem vagyunk Covid-ba. Azt ajánlom első körben, hogy ha ilyenre kerül a sor, hogy mondjuk a szerelőtelepen úgy, hogy nincs a városban a rendőrnek senki. Azta! Akkor... Ez? Ez durva álca. Úgymond... Mutassa föl, én nem tartanám fel, hogy feltétlen használni, csak az utolsó utolsókat. Ez nagyon komoly. Bocsánat, haját már se ér valaki. Így van. Ez nagyon ez komoly. Adminkodik szerintem Alina. Így nem. Nem buktunk le. Ez nagyon durva. Főnök, ez nagyon komoly. Jó, akkor földök, én elmegyek átöltözni, jó? Jó, rendben, nyugodtan. Mindjárt szólok a Walternek, hogy mi a helyzet. Jó, rendben. Így már ki. Aztán vigyázzam magára. Jó, rendben, rendben. Rádión fönn azt vagyok. Rádióza, hogy mi miatt megy el adni azért. Rendben. Timár Mihály a nyomozóba felvételt nyerés alkalmából elmegy egy nyomozói ruhát összeállítani.
nyugtáztam, gratulálok ehhez. Lovas László, leadja a szolgálatot, további szép estét mindenkinek is. Dominik, te írjál nekem e-mailt. Na, chat, akkor átöltözünk, jó? Szegény Abdul. Most úgy sajnálom. De látjátok, hogy ő örül neki. Nem az van, hogy irigykedik meg minden. Holló Mihály törzsölmester leadja a szolgálatot. Adják le a szolikat. Jó kérdés kívánok. Szegény. Sajnálom. Ja. Van nálunk pénz? Most Marcel meg még egy kollega akar lenni. A Bendegú. Bendegú. Most 9 folytatja a járőszolgálatot. Nyugta. Na. De ilyen bandásba öltözünk mi is? Vagy, kollégák, vagy egy civil és egy kendő? Az megbüntettek az előbb. Azt az egységet keresném. Itt vagytok még a közel, vissza tudtok jönni egy picit? Egy, ami, megyünk. Nem ilyen nyomozói ruha, hanem amiben így nem vesznek észre. Nem? Vagy beépülős bandás? Nazdani 1996@gmail.com. Bandásba? Ő mester 10 védel. Ja, ha Grossitre megyünk, akkor mondjuk... Ja, 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 ja. Jó, ha Grossitre megyünk, mester akkor... Tíz. Akkor az úgy rendben van, de majd akkor civil autóval megyünk. A kesztyűtartójába hagytam a pisztolyomat, azt majd kérem le tudná adni. Megnézzük, hogy mik vannak. Mafiás komolyabban veszik, lehet? Lehet, lehet. Most mi van? Jó. Bandásat mondtok. Legyen ilyen... Hát ez ilyen kripszes, nem? Kripszes? Vagy melyik bandára gondoltatok? Ez ilyen kis huligános, nem? Nézzünk egy nadrágot. Ehhez az a térnadrág. Nem erre gondolok, hanem épp hogy a térd alá ér. Ez. Full kékbe leszünk. Köszi Zete G, a ház egy kicsike aranyos vagy, köszönöm szépen. Kockás, várjatok, a cipő az hol van? Milyen egy banda cipő? Ebbe kékbe, nem? Nincs ebbe kék. Ah, ez, A Jordan. A Jordan. Más felső? Hát jó, de Magyarországon a bandák azok... Nem tudom, vannak Magyarországon bandák? Most oké, hogy a Krips oké, de értitek, magyar szerveren vagyunk. Itt nem az a lényeg, hogy valakire hasonlítsunk, hanem az, hogy be tudjunk olvadni. Köszi Zete, aranyos vagy, köszönöm támogatást. Hát ilyen gettós. Nem? Gettós. Gettós. Ez nem a nyomozáshoz van, ez a beépüléshez. Hogy illegális emberekkel tartsunk kontaktot. Nem a nyomozáshoz, nyomozói ruha, hanem a beépüléshez, hogy elhiggyék, hogy illegálosok vagyunk.
Hát... Még egy kék kendő kell. Még egy kék maszk, igen. Még egy kék maszk. De ezt szerintem saját autóval kellene menni. Köszi Zete, köszi. Még egy maszk. Jó, hát és akkor ebbe lemegyünk a Grove City-re, de letesszük a szolgálati járművet. De azt akarom, ha... Az embereket jelzi, hogy az autókat le kell adni a szolgálatot. Nem rossz amúgy, csak tényleg nem rendőrautóba menjünk. A rendőrautóval. Tudsz, tudjátok, hogy nem tudok öltözködni. Kendő. Ja, kendő. Azt akartam. Kendő. Igen. Most többen leadták a szolit már. Még játékos nem fogottad. Jó, visszajövünk utána majd maszkba. És akkor megtévesztik a rendőröket. És hogy megnézzük, hogy ez működik-e. Jó, veszünk egy maszkot, jó? Nem kérek engedélyt, hát mondtam, hogy megyek átöltözni. Jó, ez a Jordan amúgy. Sapka nem kell, elég a kendő szerintem. Ott az autó, nagyon jó. Nagyon jó. A szolgálat az... Adjuk le, szolít. Elvinnének vakrolásra túlsznak. Látnak. Hát az nem baj, hogy látnak. Mert lerádióztuk. Lerádióztuk, chat. Van a maszkos. Csak én vagyok a vak. Hogy nincs maszkos. Főnök? Igen? Maszkot hol tudok a városba venni? Köszi, a ruhabolt van. Jó, köszönöm. Ruhaboltba. ZNG, köszönöm. Mi ez a sok donation tálat? Nem a tengerpartnál, ruhaboltba tudok ugyanúgy venni. Azt hittem van külön maszkos, de... De nem a parton van. Akkor itt kell. Ez mondjuk jó. Mert nem kell akkor külön elmenteni dolgokat. Jó, köszi Zete. Zete G! Aha, itt a maszkos. Jó, kendő. Rakhatunk többet is össze amúgy. Nem jók. Gyerünk valami jó kendőt. Lesz egy bank? Honnan tudod, Zsolt? Mert akkor még bankrablásra ki kell mennünk. Gyerünk kék. Ez jó. Nem, a kendő. Kis-kis bandás. Kis bandás. Sapka? De miért kell sapka, chat? Miért mondjátok? Szemüveg és sapka is. Egy bandásnak van sapkával? Mondjuk... Jó, nézhetünk sapkát. De szerintem nem kellene. De, kell. De, igazatok van. Egy ilyen sapka. Egy ilyen sapka megállja a helyét.
kék. Nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz, nem rossz. Jó, nem olyan, nem lett olyan rossz, mint lenne. Vagy, hát a nadrág egy kicsit gagyi, de nem baj. Miért jó ez? Jó ez. Na, itt élményképekbe be kéne küldeni. A nyomozó alosztály. Jó, adjuk le a Solit, és akkor elnézünk Grove Streetre. Nem baj az, ha kicsit magán nyomozunk, nem? Vagy baj? Pacek a stíl. Szemeg azban nem kell, már túl sok. Jézus ereje. Mihály. Jó, tesó, jó. Neki. Mi a pálya? Lehet, hogy ez a felső nem lesz a legszerencsésebb választás. Milyen uram, milyen? Mert bankrablásokon már látunk ilyesmi ruhát. Hát beépülni a krok főn. Ja, akkor sem. Ez a beépülés ruhám főn. Azt az olyan tolja. Rám se ismer, nem? Hát, hogyha a Molnár úr nem mondja, hogy ez az ön kocsia. Jézus, atya. Nekem nagyon tetszik. Én elhinném neki. Már büszket a gumibotom. Köszönöm, hogy bár köszönöm. Mihály, ezt is két bor mellett találtak. Nem, pedig akkor vannak jó ötleteim. Hosszom. Kurva én. Kireegnek, kurva istenitek. Egyébként voltunk a Vátines panókkal, érted? Gurultunk le, aztán majd előadjuk ezt a számot, jó Mihály? Jó, tesó, jó. Hú, bassz. Only Gene Dolls. Na menjünk viszont akkor, nézzük meg gyorsan. Hova mennek, főnök? Kekú, megyek. Hova? Csatlakozik a Molnár úrhoz járőrözni? Ja, járőrözni mennek? Igen, foghatjuk fel úr is. Menjenek nyugodtan, akkor én leadom a szót, azt még nézelődök egy kicsit, meg kitalálom, hogy hogyan tovább. Na jó van. Köszönöm jó szépen. Van. Jó, rendben. Jó, Gizikénél ne felejtsék kitölteni a szolgálati robotot. Rendben. Köszönöm. Cseh, bácsa, cseh. Meg a rádió. Hú, bazzik, én még soha nem csináltam ilyet, na várjál, megpróbálom, hogy ezt hogy kell, és érti, na. Várjál. Hogy kell ilyen dolgokat mutogatni, tudjátok, miket szoktak mutogatni, ezek W, meg E betű, meg ilyenek. Jó. Na, ilyeneket például. Gang Signe, arra kell gondolni főnök, Gang Signe. Nagyon jó fejek. Jó, de jó! Ez az bástya! Nagyon jó! Bástya! Már jó érezve, nagyon öreg vagyok, ne haragudjon mi hát! És így jó! Speciálnak! Na, viszont! Jó szolgálatot! Tibár Mihály leadja a szolgálatot! Jó! Jó pihenést kívánok! Valamit titkolnak amúgy. Nem akarták, hogy velük menjek. Valamiben sántikálnak ezek. Le kell lepleznem őket, utánuk kell nyomoznom, nem? Ja, a fegyvert azért lerakom most, tényleg. Na, kiugrunk a Grove Streetre, chat! Beépülünk a Grove Streetre. Na, Jézus mindig ilyenkor jön! Hello, na Jézusra találkozzunk. Nem tudsz nem egy-két jót szólni? De, majd szólok pár szót. De az a, ezért akartam nyomozónak jelentkezni, mert tudunk most ilyeneket csinálni. Aztam. Nem, fegyvert akarok venni majd. Fegyver.
betét. Jó. Ezek maradhatnak. Rendben, esze kiszok gyorsan. Ismerik az autót? Vegyünk gyorsan egy ilyen bandás autót, jó? Nagyon jó, ki ötlete volt? Na, vegyünk egy ilyen kis bandás lerobbant járművet. Jó? Elmegyünk akkor kereskedésbe, veszünk gyorsan, úgyis van pénzünk. Akkor veszünk valami bandás kis cuccot. Ez jó, nem tudom ki írta, de jó. Mihály? Hogy nézel ki? Mi? Na és te hogy nézel ki? Ez nem lényeg. El tudsz inni izéhoz... autókerhez. Persze, bástya, úgyis akkor egy autót vásárolni. Amrus Abdul örmester adja a szolgálatot. Jó. Rádióról lecsatlakozom. Na gyere testvérészem! Úgyhogy nem tudnék bandát erpézni amúgy. Egyáltalán nem menne. Az igen. Úgy gondolom, hogy értem most már. Főnök úr, tetszik? Mihály, igen, ön a... Ne viccétek, hát nyomozó vagyok, be kell keményíteni. Na, én jól látom, egyből a magas szintet kezdtem. Komoly, az komoly. Még a beszél stíluson kicsit kell csiszolni, de már gyakorlom. Na, látszik, hogy ki van képezve. Na, szerasztik, bestjék, mi a pálya telepen? Talán két éve, bottam ki a fejem. Hívom Molnár János, remélem, nem vagyok bajba. Na, jó napot, főnök. Jó, Mihály, kérdezni szeretnék, ez magánbeszélgetés, hogyha ott az, Ambrus, hogyha az Ambrus ott van mellette, ne válaszoljon rá, hogy ott nincs, van. Nincs, itt egyedül vagyok, Mizu. Hogy azért, mert arra asszociáltunk, hogy most ő is szintén leadta a szolgálatot, miután maga is leadta, és leadtad, Mihály, és hogy nem-e téged követ folyamatosan. Ja, hogy összefüggés lehet. Hát figyelj, most mondta, hogy vigyem el az autókereskedéshez őt is, mert ugye veszek magamnak egy ilyen bandás kis autót. Aha. Na erre voltunk kíváncsi, mert Walter kérdezte, aztán, hogy a nyakadba lohul-e folyamatosan. Hát, szerintem csak barátkozik velem, de igen, furcsa, hogy mindig velem jön. Igen, jó, köszi az infót, akkor most nincs ott mellett. Most nincs, egyedül vagyok. Jó, akkor köszi, ezt átadom a Walternek, hogy most mentek kocsit venni, hogy megkért, hogy vidd el. Jó, köszi főnök. Én köszönöm. Jó pihenést. Köszönöm, jó pihenést. Na, chat. Ez tetszik. Ezért kell nyomozóknak lennünk. Milyen rózsaszint vagy, ami magának? A legszarabb. Jó pihenést, kollégák! Jó pihenést! Jó pihenést, Tímár! Jó pihenést. Most hol van az Abdul már? Jó, Abdul, gyere már! Jó pihenést, főnök úr! A legjobbakat! Jó pihenést, jó gyakorlást! Egyébként, Mihály úr! Igen? Ugye múltkor említette, hogy a szárnyai alávesés. Tanulhatok öntől. Igen, most ugye hirtelen érte engem is ez a nyomozós dolog, meg minden. Nem tudom, hogy lesz időm, de... Jajaj! Oppa! Indult a bolt, akkor mentünk. Tisztát kávé. Lehet, hogy be kéne segítenünk. Menjünk, Mihály. Hát a munka az első. Chat, boltrablás van, mit csináljunk? Boltörözünk vissza szerintem. Mit csináljunk? Boltrablás van. Jó napot. Szép napot. Miben segíthetünk? Szeretnék kérdezni egy olyat, hogy a személyi ítéletbe jogosítványt hol tudom elintézni? Mi legyen? Várjál, nem tudom. Személyigazolványt a munkaügyi hivatalba tudja kiváltani a jogosítványt. Vagy menjünk egy tükörhöz és kérdezzük meg, hogy tükröm, mondd meg, hogy kimenjünk a rablásra. Nem hallottam. Jó. Jó, a személyigazolványt menjünk a boltra. Menjünk, öltözök át. Chat, majd akkor azzal kezdünk holnap, hogy veszünk bandás autót, jó? Oké? Okay. Volt az első lássák. Gusztán, mehetünk mi is? Nem tudom. Jó. Jó, az Ambrust és a Mihályt viszem magammal, jó? Ez egy jó pont. Csavas egyel indult a bolthoz. Kint találkozunk az autóba. Jó, fegyver kivétel. Jaj, de szép vagy. Az esküszöm jobban állnak el, mint az, aki... Köszönöm.
Chat, muszáj, muszáj, azért a munka az első. Azzal kezdjük majd. Ha még a bitráta kibírja chat. Ti már mi állj szolgáltal éppen? Gyorsan! Gyorsan leadta, hogy visszavette. Várjatok még itt hozok mindjárt terepjáról. Rendben uram. Rendben. Jaj, de sötétlen. Áj, csak a bitráta bírja ki. De berádiózta, hogy velünk megy, úgyhogy tudják, hogy szoliba vagyunk. Ez egy horrorfilmbe. Ja, ne ijeszgessé. Jó, urat, Tamás, holnap megyek. Holnap de megyek, a Cyberék közben berakni a cuccokat már. Ki van fizetve? Árpád 651 a helyszínen. Jaj, mindjárt kirántalak. Látunk. Én nem viszem, hát mondta Guszt, hogy vele megyek, ő a főnököm most. Mindenki érkező kollégát ide kérek az Árpád 651-hez, az a szabarosoki autó. Hanyos? 10. Volt? Bejelöltem, uram. Ah, jó, köszönöm. Mester itt megindul a helyszínre. Egyedül vagy, Gusztán? A Mihály meg az ambulancban mellettem. Sok lesz. Sok lesz létszámban. Jó, akkor vigyen vissza minket, uram, akkor, ha nem kellünk. Jó. Jó, na, ha most csinál, a Mihályt visszaviszem kapitányságra. Jó, sokan leszünk. Guszti, te is csak a környéken legyél, az ambulancséget nyugodtan engedd el, csinálják a dolgokat, mert most mondták, hogy még a Kovács is. Jó, akkor csak autót veszünk. Bocsánat, uram. Semmi gond. Sok sikert. Na, akkor mégis a ti akaratotok érvényes. Akkor mester 7-ig igyekszik menni pásztázni. Ott a kollega is. Sok rendőr, nem mehet ennyi rendőr ugye a boltroblásra. Amúgy remélem a létszám megmarad a szerveren, ha az Amerika újraindul. Mert most nagyon főpörögtek az események. Gyere, akkor elvisztek autókerbe. Rendben. Gyors szolgálat volt! De végére legalább a vitrát egy kicsit. Hallottad azt a hírt, hogy kiciánozták Ameriká? Micsoda? Cián bombát dobtak Amerikára. Tényleg? Így van, probléma. És nem jár oda repülőgép. Hát én mentem volna haza, de hát nem tudok. Fegyverbetét. Előtt törölték a repülőjáratokat, hát mondom, ilyen nincs, pedig most vettem egy gép. Nem semmi vagy. Na, leadom a szolit. Valamiből meg kell élni. Jó. Plusz 2 perc szolgált, igen, hát az mennyi pénz? Osszál valaki? Hogy kezd így? 63.500 az órás. Te, jártam már, csak tudod mi a baj? Mi? Nekem a Las Vegas az a halálom, tudod mennyi kaszinó van ott? Eljátszom a pénzemet. Persze. Na, gyere a kis autómmal. Séta stílus, így van. Nem, én ott is lakok félig, aztán. Ez miért arrogáns? Jó. Ez jó. Ez Bugatti is. Ez Bugatti. Az járás is így most ehhez illik. Persze, hát nagyon vagány vagyok. Na, elvisztek az autókerhez. Akarsz autót venni? Persze, valamit kéne már. Á, motor! Nem, hát valami lerobban. Hát még azért megállhatunk szerintem. Jelöld már be. Hát van az autókerni. Van. Várt ilyen szerintem. Nem tudom, most ennyire kíváncsi ezek a nyomozatival. Mindjárt 1000 like! Nagyon kedvesek vagytok, és köszönöm, hogy kitartottatok velem ma a live-röcset. Azt mondta a... Most a... Jaj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 
nem tudom. Aha, hát majd kiderül. Csak én ugye mennyire bízok. Hát itt nincs ATM. Nincs ATM? Nincs. Hát akkor majd, ha kiválasztjuk, elmegyünk pénzé. Az ott mi? Fő van borulva az autó. Ott mi történt? Kérdezzük már meg. Hol? Jó. Nem, nincs felborulva semmi. Jó, látom. Az első kerekes adat. Vagy mi ez? Ki az a kék úri ember? Há? Jó napot kívánok! Szerintem autókerben jobb leszünk.
Inkább nem kérdezzük meg, mit csináltok ott. Jassus írt. Azt mondta, milyen gyarló ember lett, amióta a nagyfeter az Isten felett a dolgát, elgörd meg a testvéreidet? Ez nem igaz. Merre vagy? Jó, kis szuki. Lezárom a kocsit. Ráda. Na, chat. Nézzük akkor, már mennyit szálljunk rá? Hát azért kell a fizetésbőre. Szerinted mit érdemes venni? 10.050 forint percenként? Nagyon jó. Hát nem tudom. Én az álcámhoz keresek valamit. Chat. Olyan bandás autó. Milyen kis bandás autó van? Lada jó lesz? És mennyi a kereted? Hát figyelj, a munkám miatt szerintem határa csillagos ég. Ó, de durva. Megnézem ezt. Jaj, kölcsön. Ja, erre nincs is pénzem. Megszesen van egy Audi A4. 1.9 TDI. Másfél millióért. Lehet elő, kicsit kéne egy előleget kérnem. Skoda Octav, JRS, 4,5 millió. Vannak az itt autók, de ja, drágák. Suzuki Swift. Ja, motort vegyek, chat. Mennyi a motor? A Samarok az nem lenne rossz, mert az tud ezére is menni. Á, de motor? Hogy hívják rá, hegyre. Nem tudom. Volvo 4-es oldal. Nissan Skyliner 33. Ez a Volvo? Hát ez nagyon gatya. A Golf, nem? A Golf. Hát ezt nem érzem annyira jónak. Motor veszélyes. Miért rendben van a vezeték? Nekem MK2 van. Ez halottas kocsi, mi? Úgy néz ki. Golfomat nem akarom, hogy megismerjék. Nézzük meg a motort, gyorsan. Nézzük meg ezt a Simpsont. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. Mindenki más mond, csak nem tudom, hogy most milyen legyen. Ugye rejtőzködő kellene. Másik motor? Hát nézzük meg azt is. Az mondjuk nem lenne rossz. Az egy keréken nem megy olyan jót. Nem is tudom főkapni egy kerékre. Mondjuk ez nem olyan rossz hozzá. Foxy, szia, ez másik szerver, itt legálosak vagyunk. Csak most a megtévesztés mesterei leszünk. Ez jó ez a motor. Nem rossz. Ez jobb motor. Meg úgy szoktunk motorozni. Épp most lopom neked a katalizátorokat. Nagyon király. Hoppá. Lebukott a kis cuki. Na, el kell mennem pénzé. Meg ez felmegy a hegyre. Tényleg, Dorian. Tényleg. Az se hátrány. Az se hátrány. Igen. Ebben igazatok van. Jössz pénzé?
persze, mondjuk én. Jó, megnézem, hogy mennyi. Még. Jó van. Tudod, mit néztem ki? A legdrágább autót 51 millióért, az nem megy rosszul. 850 ezer. És mit néztél ki? Várja, meg nem biztos, hogy kell KP-ba. Tényleg megvettem. Jó. Oké, KP-ba. Jó, csak legalább lesz egy motorunk. Nem kell KP, ja. Nem lopcsók, vissza volt Isten. Merre vagy? Megnézlek. Elmegyünk ki a szusszal is találkozni. Jó, elnézzük a Grosstitre és találkozunk ki a szusszal. Az autót meg itt hagyom. Tuning nem kell. Most nem kell. Nem lopok, csak visszaszólt is, hát Isten hol, attól elveszünk. Csáó, hihetetlen. Most nem tuningolok. Erre van a Grove Street. Ha, erre van. Megint lag van. Mit csinál? Jó napot maga, mit csinál itt? Szép napot! Lerobbant az autóm, mert ez a... Hogy mondjam, ez a nagy kos megállt az út közepén. Belehajtottam, kitört a... Nem is tudom milyen... Az autómnak a kereke. Igen. Aztán most várom a szerelőket. Ja, értem, jól van, rendben van. De nem sérült meg? Nem, köszönöm, jól vagyok. Jó, rendben, további szép napot. További szép napot. Hát, csak megint laggolunk így a végére. Remélem holnapra jó lesz a net. De majd nézzétek vissza, mert akkor rögtön visszanézhető lesz a stream. Nem, ez tök jó. Nézzünk ki a... rendőr? Azt hittem, hogy... Azt hittem, hogy CK-t kapott. Na nézzünk ki a Doha. Ez a bolt lehet, ami a térképen itt van? Family Frostos kocsi. Ja, motorjogsim nincs. Nem baj, nem is kell. Valaki van. Szevasz, tesó! Köszi királyok! Mi van, tesó? Az NPC, azt hittem, hogy játékos. Ez lehet a dohánybolt, nem hiszem. Ja, Abdult ott hagytuk, szegényt. Nem hiszem, hogy itt lehet. Holnap is magyar lesz, igen. Simpson jobb lett volna. Ferenc, ne arra, hogy nem tudok mindenkinek kedvezni. Jézust meg kell. Jézus, úgyhogy kifölkészhetetlenek. Köszönöm a támogatást, attól függetlenül, hogy ez a stream laggos volt. Kedvesek vagytok. Ez mi? Mi ez a barkácsbolt? A dohányboltot is írja? Aha. Hát de akkor miért mondott Grove Streetet a Jézus a dohányboltra? De akkor miért mondott Grove Streetet? Ezt nem értem. Dolgom van, ne haragudj.
Jó, nagyon jó. Lia lehet ott laknak? Az mondjuk elképzelhető, nincs elég pénzem. Ó, bakker, van itt ATM. De, leadtam a szolgálatot, arra gondolt a főnök. Hát, kicsit megfogyatkoztunk. Nem utalás akarom? Akkor felvenni akarok. 10 000-é már nem megy tele. Jó, megnézhetjük a boltot is, akkor. Mindjárt megnézzük. És rablás van. 5 000-ét tankolunk. Csak menjünk már. Bitlet vagy mindig nem az igazi, de majd visszanézitek, srácok, látok is akkor. Jaj, le is tálcáztam véletlenül. Véletlen. Köszönöm az 1058 lájkot. Nagyon kedvesek vagytok. Tényleg ez. Jó. Aj. Megint belaggoltunk. Jézus adta meg a számot. Mindjárt ezt megkérdezzük. Megkérdezzük tőled. Na várjátok, kinézzünk ide a Grove Streetre. Hát, ha van itt valaki. Gettóba. Csak az a baj, hogy néha nem tudom megkülönböztetni az NPC-t, meg... Ezek itt bandások. Lehet a mod menü, ja. Nem tudom, hogy melyik az NPC, meg melyik. Szerintem ezek azok. Jaj, ezek NPC-k. Jó. Jó, megnézzük, Jaszhoz beszélik még vele. Aztán jött egy SMS, mert valakinek megadta Jézus a számomat. Megnézzük. Holnap meg akkor... Hát nem tudom mi lesz, de magyar lesz, jó? Még amíg az Amerika nem áll helyre, utána visszaállunk arra, hogy felváltva nyomjuk. Meg reméljük holnap megjön a netünk és a gépünk is jobb lesz. Mert ugye ma úgy az a kérdéses lesz a stream. Öltözzek át? Jézusnak sem mondjuk meg, nem? Mert ha rólunk, nekünk elmond infót, lehet rólunk is mond. Igazatok van. Öltözzünk át. Igazatok van. Igazatok van. Jézus se tudja az öltözékünket. Ez így szuper, igen. Nem, ott illegál, ott maffia főnök vagyok. Most mi van? Nincs meg a régi ruhám. Miért nincs meg a régi ruhám? Miért nincs meg? Jó, most akkor csak így átöltözünk. Csak simában. Még lehet ez jobb lesz majd, mint volt. Oho! Check! Ez mi? Mortal Kombat. Check. Még jó. Még jó. Még jó.
még jó nézünk ki. Jézus adta meg a számot. Ez a fagyasztós csávó, ugye? Még a motor illik is hozzá. Motor se nagyon kéne látni. Hát most a motor az nem annyira. Most nem vagy nem jó a nadrág, most nem azért csak hogy öltözök. De hol van? Kint a városból? Ki miatt az a vadállat? Nem rossz amúgy. Ezt a karaktert végre eltaláltuk. Nem tudom főkapni egy kerékre. Hajamat nem vágatom le. Elférünk itt? Persze. Ne, illik, illik a motorhoz ez a karakter most. Tetszik. Mindig 46-an vagyunk fönn, tök jó. Emlékszem, hogy Last Life-on is ennyien voltunk mindig, és milyen jó RP-ket csináltunk. De hol van Yasus? Ezt nem hiszem el. Miért a világ végén van? Miért a világ végén van? Igen, Geri. Itt a rendőrség! Álljon félre a járművel azonnal! Talán két éve! Szép napot. Jó napot. Én az Mihály. Igen. Úr, hát mit csinálni? Gyorsan mentem. Gyorsan mentem. Egy kerekezett is. Azt próbáltam az új motort, amit a fizetésembe vettem, Ádám. Igen. Érted? Ne szóljatok már a főnöknek, srácok. Nem szólunk. Figyelj, kipróbáltam itt az autópályán, cikázgatok, érted? Jó, köszi srácok, hogy vágjatok tudom, hozzám, milyen a sebesség. Hát, gondolom ti is szeretitek. Most érted, persze, ha dolgozok, persze. Akkor betartom a szabályokat. Most egy kicsit hagyj engedjen már el magam. Rendben. Ó, köszi srácok, nagyon jók vagytok. Meg se lát. Jó, sziasztok! Hú, rögtön jöttek utánom. De utána se tartom a sebességet! Na, Yasus itt van valahol. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, szebb gifteket! Elnézést a mai kellemetlenségért, hogy laggoltunk, reméljük jó lesz. Holnapra. Igen, ha vége elérhetővé teszem rögtön, jó? Ne haragudjatok, ma rögtön elérhető lesz a stream, nem csak a tagoknak, mindenkinek. Ezzel próbálom honorálni a dolgot. Na, figyeljetek! Itt van Yasus. Itt lopja a katalizátorokat. Dicsértessék! Dicsértessék! Te vagy az Mihály? Én vagyok az, igen, Jézus. Hát hogy nézel te ki, ember? Hát úgy nézlek ki, mint a démonok követte. Ja, szóval Jézus az itt kritizál? Ha jól hallom? Hát milyen démon van a hátadon? Milyen démon? Ez Mortal Kombat! Micsoda? Mortal Kombat? Mortal Kombat, hát gyerekkorom egyik játék a Jézus. Pömpölőddel játszottál gyerekkorodban, mi? A pömpölőddel játszott. Az is bűd. Hát nézd. Most egy egymás között bevalva... Nem hinném. A férfiasodás egyik jelleme, tudod? Nekem egyszer tudja, mit mondtak erre? Hogyha tele van a vödör, akkor azt ki kell üríteni. Pontosan. Minden lukat be kell tudni. Jól mondom? Igen. Ide nézd, mit szedtem neked. Na, hol van a katalizátor?
szerzett katalizátort! Ezzel a tízes pakkal felkeresheted a vasember. Hallod? Ez nagyon komoly, és hol tudom leadni? A vasembernia, ezt de mondom, ezzel a tízes vasember? Pakkal... Vasember? Megmutassam? van neki telefonszáma is. Igen, a vasembernek. Vasember telefonszáma írjam? Igen, igen, igen. 209 87 70. Mit kell tudni erről a vasemberről? Hogy ilyeneket vesz, egy ilyen kanyarért 120 ezeret fizet. Komolyan? Igen. És lent van a kék laguna mellett a vastelepe. Civil beladhatjuk a katalizátort, nem? És azt is kiderítettem, hogy van neki egy fehér Volkswagen Passatja. De hallod, ebből kell adózni? Vagy az ilyen tiszta bevétel, tiszta pénz? Tiszta pénz fizet. És a zsaru kell pályáznak, vagy nem? Nem tudom, de mondom, ezzel a kanyarral már meg, a közelébe férkőzhetsz, érted? Már van egy indok, amivel megfigyelheted, fölveheted vele a kapcsolatot. Nagyon jó, nagyon jó. De egy darab 120 ezer? Ez egy ilyen kanyar. Ja, egy ilyen kanyar. A tízes pak, mind a háromból. Figyelj, már olvasok egy üzenetet. Jó, addig megcsinálom a maga munkáját is. Most mit csinál? Laggol, megint a végére kaptunk egy kis laggot. Jaj, ez a pömpi. Ez a pömpi. Hallod? Most mit csinálsz? Szétpontom ezeket a szarokat. De várj, akartam mondani valamit, figyelj! Szép napot uram, Jézus adta nekem a számát, ennyire elhanyagol, engem nyalom a pömpölőjét. Remélem hamar visszaír az úr, esetleg van még a városban? Ez a te bűnöd, Mihály. Mi az én bűnöm? Elhanyagodod a testvéreidet. De honnan tud... Mi az... Nem is a testvérem. Ja, akkor valaki hazudik. Hát hazudott, hát... Oké, hogy meggyónja és megbűnbánat van, de hát utána visszaesik, akkor mit sem ér az egész. Ez a két szerencsétlen ágról szakadt, azzal jött, hogy te vagy a testvérünk, és hogy teljesen elhanyagolod őket. És elhitte neki, uram! Hát nézze, hogyha az úr bárányával beszélgetek, akkor én mindent elhiszem. Nem a testvéreim. Mindent elhisz. Nem a testvéreim? Nem. Akkor mit akarnak tőled ezek? Nem tudom, hogy mit akarnak, de eléggé félek tőlük. Nem tudod eltávolítani őket a közelemből? Ó, tudom, mire akarsz engem rávenni már megint? Hát csak az, hogy mit tudom én, szented meg őket és menjenek, utazzanak el valahova, érted? Aha, tehát nem kívánsz velük társalogni. Ja, mert hát azt írtam, hogy... Megtagadod őket, igaz? Nem az, hogy megtagadom, csak... Most is azt írja, hogy mit én hazudok, tegyem a lukadba. Ó, hát ezek mit akarnak vele csinálni? Széthúzni a farpofádat és belekiabálni a himnusz? Igen, de én ezt nem szeretném, uram. Ilyenkor mi a teendő? Hát, erőt kell mutatni, Mihály. De is írjak neki? De írhatsz nekik bármit. Mondd meg nekik, hogy távozzanak tőled sántán. Jaj, én szót fogadok. Rendben, csak előre kellett volna viszont kis elfűzött kérdő Waltertől. Bocsi. Na figyelj, leírtam neki, majd akkor dumálunk. Köszi a katalizátort, hívom majd a vasembert, jó? Jól van. Mindenféle vigyázz két magadra. Mondom, ez egy nagyszerű ürügy, amivel közelébe tudsz ülni. Jó. Ez végülis egy eszköz, hogy közele kerüljek hozzá. Pontosan. Látod, miket adok én a kezedbe? Az úr oltalmaz téged odaföntről. Igen, köszönöm szépen. Minden jót kívánok és vigyázzon magára. Jó, további jó szerelést. Jól van, mit akartam mondani? Hogy állsz a fiúkkal? Akarom már mondani a nőkkel.
Sehogy. Nincs barátod? Nincs feleséged? Nincs párod? Nincs. Máshol lakik, tudja? Ja, te ilyen gyámoltalan gyerek vagy. Én a munkámra koncentrálok. Egy célért jöttem ide szolgálni és védeni a hazámat. És úgy ehhez, Isten. Ahogy látom, te is kell lesz, Jézus. Hogyne, azért vagyok itt melletted. Kedves Pihály, hogyha gondolod, akkor szívesen adok neked csajodási tippeket. Igen, figyelek. No, kedves Pihály, hát mit akarok neked mondani? Hogy szoktál te bemutatkozni? Timár Mihály örmester. Ó, hát ilyen gyámoltalan izével nem lehet csak így a lányokat fölszedni. Ide karakter kell, erőt kell mutatni, kedves Mihály. Szevas cseje, szevas, jössz rendezni? Ilyet? Valami ilyesmi. El kell mondani, hogy te egy alfa hím vagy. A pozíciódat, a státuszodat, és hogy jól keresel. Mindezt pár mondatban. Nevetést? Akár azt is elmondhatod. Mondom, hogy csinálnám én? Cső Joker. Na, igen. Tehát, kemény kiállás, odaállsz, és elkezded mondani neki, hogy... Fanszőrömön nincsen hiány. Én vagyok a Tímár Mihály. Rendőr vagyok, nem kis pályás. Ha vodkát iszom, jön a hányás. Nálam hétvégén van celebration, akkor jön a fizetés. Jó reggelt! Ez durva. Ez nagyon durva. Jó, ezt megemésztem és majd találkozunk. Minden jót. Jól van. Ezzel biztos sikered lesz, Mihály. Oszta! Oké. Okay. Ez így a végére kellett. Ez a végére kellett. Ez egy állat. Ez jó. Van amúgy vlog Jézussal. Voltam nála. Meghívott minket Nikivel. Nyáron voltunk nála. Nagyon jól éreztük magunkat. Nézzétek meg majd a videót. Jaj, óriási. Hát chat, ez a stream olyan volt, amilyen. Köszönöm, hogy itt voltatok, kitartottatok. Remélem azért élvezhető volt ezekkel a laggokkal is egybevéve. Remélem megoldódik az internet probléma. Rögtön elérhető és rögtön vissza tudjátok nézni, jó? Ezért cserébe. Ne haragudjatok, egyszerűen az internet most nem adta, nem akarta az igazat. De remélem. Jól éreztétek magatokat. Pömpit ignorálni kell. Valami a Pilisben kirándultunk, valami ilyesmi volt. Mindjárt megkeresem nektek, jó? Belinkelem ide nektek, jó? Megkeresem. Hogy van? Nagy Dani Pilis. Így kiadja. Igen, Pilisi vlog a G2 terpés barátommal. Meg is van. Jasusszal. Küldöm is, nézzétek meg. Itt van, így van. Meg aznap este live voltunk is egyet amúgy. Köszönöm a moderátorok segítségét, köszönöm a támogatásokat, tagságokat, köszönöm szépen a rendőr frakciónak ezt a remek élményt. Mindig tök jókat terpézzünk, meg a szervernek is, a fejlesztőknek is, adminjainknak is. Köszönjük szépen. Mindenkinek jó pihenést, kitartást a holnapi naphoz. Holnap este 18:30-kor találkozunk. Reméljük, hogy az internet is úgy akarja. Kitartást kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt voltatok, a legjobbakat nektek. Rögtön elérkezik.